felkészülés reggeli leckére, Balhasulam. Szulám 600 000 lélek című cikkéből. Valójában egyetlen lélek van a világban, hogy ízen van a Genesis 2.7-ben, és az óriukán keresztül belefújták az életet, és ugyanez a lélek létezik itt Izrael minden gyermekében, teljes egészében, mindegyikben, ugyanúgy, mint Adam Harisomban, mivel a spiritualitásban nincsen felosztás, és nem lehet szétosztani sem, amely a fizikai dolognál megtörténhet. És mégis azt mondhatjuk, hogy 600 lélek az 600 sziklának felelhet meg, amely föl van osztva, minden egyes ember testében megjelenik, más szóval, az el, először a test oszta föl gyakorlatilag a lelkeknek a ragyogását, amely a Tórának a... A torának az erej által van felosztva, és a parancsolatok által. És amikor a test megtisztul, akkor a megtisztulásnak megfelelően a közös lélek ragyog a test felett. És ebből a célból a felosztás gyakorlatilag a fizikai testekben a következőképpen történik: minden egyes lélek, mint egy egyedi szerv létezik Izrael egészében. És a második felosztás pedig az igaz lelkek, Izrael igaz lelkeinek a felosztása alapján azt jelenti, hogy csak részben ragyog az ember felett ez a fény, Izrael gyermekei felett, ami, az, ami azzal függ össze, hogy mennyire volt képes a lélek megtisztítani önmagát a testen keresztül, hogy visszatérjen a kollektívához. És ilyen módon és ilyen módon a teljes megváltás az úgy lehetséges, hogy, hogy az egyik a másiktól függ, azaz ezzel egy időben a, lélek valóban ragyog az ember felett, annak teljes erejével, ahogy az írva van, Adam Harisonban is megjelent, mivel a test az megtisztul, teljes egészében át tudja magát adni a havajának, és, és nincsen semmilyen személyes mértéke, hanem az ember teljes egészében Izrael egészében van befoglaltatva. És az igazság az, hogy nincs több, mint egyetlen lélek, ahogy ismert, minden egyes lélek abban a mértékben, amiben meg tudja magát tisztítani, Érzi ezt az egyetlen kollektív lelket. És ezért, bár minden léleknek korrigálódnia kell, hogy a teljes magas lelket az acilódból magára vonja, és ilyen módon minden lélek az acilódban létezik, mivel a spiritualitás feloszthatatlan, és ezzel egy időben az Úr a ismerete elterjed az egész föld felet és, és a lélek teljes megtisztulással és kiterjedéssel lesz a Szentséghez kapcsolva, és ilyen módon e, jelenik meg Izrael minden gyermekében a szentségnek a hiánya, és amikor az Izrael gyermekei megtisztulnak, az acilut összes lelke a saját generáción keresztül teljességet érezhetnek, meg, és összekapcsolódhat, és ilyen módon az egyedi lélek az nem lesz más, mint az közösségi a közösségi léleknek a kiterjedése, és, és ilyen módon minden lélek visszatér a saját spirituális gyökeréhez. rav. Tehát szó szerint nekünk nincsen szavunk arra a szívünkben és az értelmünkben. Tehát nincsen semmilyen módon felfogási lehetőségünk arra, hogy elképzeljük ezt, amiről szó van ebben a részletben. Tehát mindannyian, akik itt vagyunk, egy, egy kicsiny részt érzünk ebben a hatalmas képzetes világban, és nem nagyon tudjuk felfogni sem, hogy mit jelent ez a világ képzetessége, vagy képzeletbelisége. Jó, az jó volt, hogy igazított a rava mikrofonom, mert nagyon visszhangzott a fülembe. Tehát, hogy elkezdjék elérni, elkezdjük elérni azt a közös lelket, amit mindannyian képzünk, ahogy az Balaszulám írja, tehát, hogy a ti szemetek fogja látni, és nem idegen szemeken keresztül fogjátok meglátni, tehát... Hogy amit az adakozás erejéből felfedezhetünk... Az kizárólag csak az adakozás szemeivel lehet meglátni, és nem lehet meglátni a megszerzés szemeivel, ezért... Az igazság nem... Az igazság az, hogy valójában nincs több, mint egy lélek a Malchut szovban szofban... És Adam ez ebben volt... Ebben részesült és erre ébredt föl, de végső soron valójában az a struktúra, amiben ez a lélek felismerhető, Balhasulám ezt úgy írja le, mintha szervek lennének egy testen, ugye vagyunk mi az, ehhez az egyetlen lélekhez kapcsolva, és mikor egy operáció során leválasztanának egy ilyen szervet, a testről, és akkor a test ér, ahogy a test érzi a, szervet, a szerv pedig érzi a testet, természetesen a fizika világban ez nehéz ezt a fajta példát igazán jól megélni. Ez nem írja le teljesen helyesen azt az érzést, amit éreznünk el mert az ember, aki eléri az általános lelket, az, az a saját létezésén keresztül éri el az általános lélek létezését. és nincs másfajta teremtés egyfelől, másfelől pedig az, hogy a, a, hogyan sovárog az ember erre az egyetlen lélekre, e, nyilván az, azok attól függ, hogy melyik csoport az tartozik, hogy hogy ugyanazokkal, e, hogy van -e -e lelkek, akik ugyanezt a közös lelket érzik, és azáltal egy ilyen csoporthoz tartozik, tudod az ember, igazán visszavezetődne a teremtőhöz, tehát azok, akik ebbe a csoportba tartoznak, tudják elhelyezni magad a teremtőben. Tehát, tehát valójában egy, egy, egy ellentétes érzékelés jelenik meg. Jaj, bocsánat. Tehát itt egy nagy nehézség jelenik meg, ahogy el tudjuk magyarázni, hogy működik ez, és egy csomó kérdés felbukkan az emberben, és mindenkiben, aki ezt az utat választja, ugyanaz a fajta kérdéssorozat bukkan fel, ezzel az egy lélekkel kapcsolatban, ezzel a közös lélekkel kapcsolatban. Benzi fog kérdezni. Balaszolám kifejti, hogy Izrael Tehát, hogy miért van az, hogy minden egyes ilyen részletben, ami 600 ezer szerepel, ezt a közös lelket Izraelnek nevezi. Aki, Rav, tehát ugye itt beszélünk a nemzetekről, országokról, itt nyilván nem a föld geográfiai felosztásáról van szó, hanem arról tanulunk, hogy hogy lehet felosztani a megszerzési vágyat és a adakozási vágyat, tehát a vágyakat ilyen módon, hogy lehet felosztani. Tehát nyilvánvalóan itt a valóságérzékelésének van egy különböző valóságérzékelése. Tehát attól függ, hogy ki hogyan vágyik a, a, hogyan vágyik valaki a gyökeréhez. Tehát nyilván Balhasszulám az látható módon, mintha nemzetekre osztotta volna föl. Egyébként Rafkuk is beszélt erről. erről. De mindez valójában ez, ez a spütas erőknek tulajdonképpen a, a felosztása. És amikor mi Nyilvánvalóan ez nem a, a képzetes, vagy a képzetbeli testnek, vagy a, vagy a képzetbeli világnak, vagy a képzetbeli bibinek a felosztásáról beszélünk itt, hogy, mi hanem inkább arról van szó, hogy, a, hogy a, az adakozási erőkön keresztül és az adakozási vágyon keresztül tudjuk felosztani a spiritualitásban meg, való megnyilvánulásokat, úgy, mintha a nemzetekről beszélnénk, és ezért nekünk helyes módon kell kezelni ezt a szövegeket és a definíciókat, amelyeket e, bárhaszalam alkalmaz, különben nincs vőnő beszélni. Tehát ezek mind spirituális felosztások. És az összes többi dolog valóban csak képzetes. Tehát nincs mivel másról beszélni, mint erről. Tehát egyszerűen mindez azért létezik, hogy bennünket stimuláljon mindenféle spirituális cselekedetere. Tehát az egész világban egyfajta stimuláció van, ami a spirituális világ felé fordít bennünket, Izrael gyermekeit, és, és ez a helyes cselekedetre kell, hogy rábírjon bennünket. Tehát, hogyha alszunk, akkor álmot látunk, ugyanígy létezünk, és nyilvánvalóan, hogy itt, mintha az álmunkban egy új oldalt nyitnánk, körülbelül így kell látni. Tehát, tehát azt. Tehát tehát minden, ami itt történik velünk, az tulajdonképpen egy álom, valójában, és az csak egy felébresztés, ami történik velünk arra, hogy ebből az álomból utóbb fel tudjunk ébredni, és képesek legyünk egy valódi valóság valóságérzékelés felé elindulni. Tehát végső soron a valódi cselekedet, amivel nekünk számolni kell, amit mi az adakozás irányába hajtunk végre, hogy egyre tök, közelebb tudjunk kerülni, a, való, a megfelelő valóság Tehát, tehát mi most minden lelket össze akarunk kapcsolni, össze akarunk gyűjteni. Tehát először, először itt Izraelen belül kell a lelkénket összekapcsolni, az Rav. Mi először és mindenek előtt össze akarunk kapcsolódni azokkal a lelkekkel, akikkel akik egy, egy korporális vagy fizikai módon Izraelhez tartoznak. Ezek az emberek pedig azok, azok megvan a szikra. Tehát és ilyen módon nekik megvan a tendenciájuk, az irányultságuk ehhez az egyetlen lélek felé, és nyilvánvalóan mi azokat az embereket szeretnénk először megtalálni és magunkhoz vonzani, akikben van ez a fajta resimó. Oké, de itt arról beszél Báhaszolám, hogy ezek az emberek éreznie kéne, hogy a kollektív lélekhez tartoznak. Tehát a mi problémánk, mondja Benzi, hogy nem mindenki érzi itt Izraelen belül sem, hogy itt mindenki az egyetlen lélekhez tartozik. Rav. Nem, hát általánosában a lélek egyetlen, vagy a világ egyetlen lélek tehát e, ugye most nem, az ásványi növényi e, és állati szinteket is félelme véve, mindenki a tartozik. A Bejnadelet az az egyetlen dolog, amit korrigálni kell, és e, ez van azt jelenti, hogy Sores, Alef, Bed, Gimel, Dalet állomásokat kell korrigálni, tehát a Dalet, Tehát, e, és mi ezeket Viszonylag... Euh, ugye, és nyilván ott kell elkezdenünk akkor egyszerűen, hogy Izraelnek nevezünk, ez egy csoport, akinek megvan az irányultsága az alakozás minőségének a felfedezésére. És azok... <höhem> tehát a... akik a, 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 a Gimel Dalet e, resümókkal rendelkeznek, azok, azokat majd idővel kezdünk el dolgozni, tehát ez természetesen mindig a legkönnyebb részről kezdi a korrekciót a fény, és halad a legnehezebb, a legvaskosabb vágyak fele. És ilyen módon az egész világot előbb-utóbb korrigálni kell. Tehát még nem tudjuk egészen azt, hogy ki kicsoda. Nem sokkal inkább arról van szó, hogy az adakozás minőségén keresztül próbálunk meg velük összekapcsolódni, csatlakozni egymáshoz és együtt dolgozni és próbáljuk meg együtt felfedezni az adakozásnak a minőségét olyan mértékben, amely Izrael tartozik, annak megfelelően ugye mi ebben a világban lehetséges, és valóban, ami a fontos a számunkra, hogy, hogy az, akit, akit magunkhoz vonzunk, annak el kell képesnek lennie elfogadni ezt a vonzást, tehát Ugye, tehát... Tehát... tehát, tehát most Ariról beszél, aki Egyiptomból kapcsolódott vissza Izrael földjéhez. És ugye, ha megnézitek, Izrael gyermekei is ugye Egyiptomból érkeztek vissza ide. Tehát nyilván a templom idejében, a második templom idejében, nagyon sok ember, aki csatlakozott Izraelhez, azok az úrnak a munkájához kapcsolódtak tulajdonképpen. Tehát nagyon sok kutatás van erről, hogy ki honnan kapcsolódott be, ugye, Uri? Tehát te szeretsz ezzel foglalkozni, hogy ki mikor kapcsolódott be, Benzi. Oké, tehát az én belső szándékom az az, hogy tehát én kimegyek és összekapcsolom az összes darabot az én lelkemhez, ehhez, erre kell fokuszálnom. Rav. Természetesen nekünk terjeszteni kell a kabala bölcsességét, Izraelen belül, akik itt Zionban ülnek, ugye ez, ez, ez egyszerűen csak így lehet, hogy felébeszik őket, mivel nekik megvan a resimójuk, ha bár, ha bár egy csomó dologgal összekeveredve, és természetesen, és az nagyon a világ összes nemzete, amiket szintén úgy kell elfogadnunk, hogy a, a, a mi részünk, a a részei. Tehát 39-szer van a tórában, hogy az idegenek, az idegen szívűek, az, akik szintén hozzánk tartoznak, mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy valaki, aki meg akar ismerni az adakozást és a teremtőt, az... az és el akar jutni a szeretethez, azt... Ö, nyilván a teljes rendszernek megfelelően nem lehet elutasítani. Tehát mi nekünk együtt kell dolgozni mindenkivel, aki ide jön, és velünk akar összekapcsolódni. Tehát ezt nem mi vizsgáljuk meg, a felső fény az, aki összakar bennünket kapcsolni, és a felső fény az, aki befolyásol mindenkit. Tehát, hogy hogy az ember érzi vagy nem érzi ezt a felső fényt, ezt a felső fény dönti el. A folyamat, mondja rab, az inkább azon múlik, hogy ki az első, és ki az, aki később kapcsolódik, az a lelkek struktúrának felel meg. Tehát nyilván Ábrám idejében, ugye Babilonban kezdődött ez az egész összekapcsolódási folyamat, ameddig mi visszatudjuk ezt követni és ők képesek voltak megragadni ezt a módszert, a kapcsolatnak a módszerét, nem a kabala, és, és aztán voltak, akik aztán Kanoánból együtt vonultak ki, és az Aviut, az, az, az a vastagsága, a, a többi emberek a, az a fajta aviútja, a vágyainak a vastagsága nem engedte, amikor csatlakozzanak Ábrámhoz. Aztán persze láthattátok, hogy mi történt, tehát mindenek előtt az ábrahámi csoport, akik, akik 12 törzs volt, tehát mi arról beszélhetünk, hogy ők merre mentek, meg vannak erről kutatások, tehát ők elváltak más törzsektől, és nyilvánvalóan azért az élet mondjuk hasonló volt, de ez egy másfajta számüzetés, és másfajta kimondás számüzetésből, mint, a, mint az egyik Tehát ez a 12 törzs, az össze keveredett, tehát a világ nemzeteivel, aztán később, és aztán azok, akik megmaradtak a két törzsben, ugye, akiket ma is ismerünk, ők, ők nem igazán keveredtek össze, tehát világos az kell, hogy legyen mi számunkra, hogy nekünk dolgozni kell ezzel a két törzsel, és az összes többi dolog, a többi ember, az pedig a vágyak szintjének megfelelően fog visszatalálni, ugye, a lélek gyökeréhez. Tehát hogy Ábrám Babilonban mindenki számára terjesztette a módszert, a korrekciónak a módszerét. Mi van ott, ahogy az ott le van hogy egyetlen teremtő van, és... És ugye Rambam sokat ír erről, hogy mindenkinek egyetlen teremtője van, és ezt mindenkinek meg kell ismernie. Tehát terjesztenünk kell ezt a kabalát, hiszen ugyanúgy, mint Ábrahám, mindenkit elfogadott, aki jött. És ugyanúgy nekünk is mindenkit el kell fogadnunk, aki majd jön. Én nem is a felébredt pontoknak az elfogadásáról beszélek, hanem én a nemzet többi részéről beszélek. Hogyan fogják azt érezni, hogy egyetlen lélek van? Tehát mi kimegyünk, és megpróbáljuk összekapcsolni, milyen módon érezhetik ők, hogy egyetlen lélek van. Hát úgy, hogy ti. Hát milyen módon másképp, mondjam. Hát, hogy ti érzékelitek. Tehát nincs más mód. Tehát csak akkor, ha ti átadjátok nekik az oktatásnak az új módszerét, ugye itt most a, a, kapcsolatnak a módszerét, a kabala bölcsességének a módszerét, és ezen belül meg a kapcsolatot Képesek egy kölcsönös formában az adakozás felé fordítani az egymás közötti kapcsolatokat, és akkor önmagukon belül elkezdik érezni az adakozásnak a minőségét, amely azt jelenti, hogy kitölti őket, amely közöttük megjelenik, közöttük fog megjelenni, és akkor megjelenik a teremtőnek valamilyen jellegű feltárulása. Igen. Mit jelent az, hogy 600 ezer lélek? Hát, ahogy tanuljuk, az a Garde Acilutnak az intenzitása, vagy a szintje, minden egyes léleknek el kell érnie ezt a szintet annak érdekében, hogy teljes egészében összekapcsolódjon azzal az egyetlen lélekkel, ami létezik. Tehát ez az, amit mi tanulunk. Tehát, tehát van a, a Nikodimnak a parcufjai, ugye, a Nikodim világának a parcufjai, hogy a csak a Habzon edényekben nagyobb a Naranháj fény, nincs másról szó. Tehát, tehát amikor ez eltört, tehát a törésünk, semmi nincs törött, csak én vagyok a törött. Tehát... Tehát amikor ti például berúgtok, voltatok már részegek, én azért többen bólogattak, erre mondtam, na, úgy akkor nem tudod, hogy mer, merre van az irány. Tehát ez az, amit a törést okozott az emberekben, tehát ezzel mondjuk az, hogy egy képzetes világ. Tehát önmagunkat egy ilyen képzetes helyzetbe hozzuk. Mintha, mindenki önmagában létezne, ez egy lerészegedés tulajdonképpen a törés következtében, idézőjebe. És <coughs> ugye a haszadim a hokma nélkül, ugye ez az, ami megrészegedett a hokmától. Oké, tehát van a 600 ezer Az azt jelenti, hogy a 600 az egy intenzitás, nem a lelkek száma. Oké, tehát mindenki eléri ezt az intenzitást? Igen. Tehát akkor, tehát akkor kollektív módon mit életünk el? Te nem érzel semmit, mondja rá, ami Amire csak az egységen keresztül tudsz. Tehát ahogy növeled az egységet, tudod az egységnek egy újabb és újabb szintje terén, ez a közös lélek. Oké, de akkor miért van az, hogy a 600 ezer lélek az mennyiség vagy minőségben van megcélozva? Mivel, mondjam, a mi valóságérzékelésünk az egy mennyiség és minőségi módon lehet, megközelíteni, tehát úgy, így működik a 7 millió, 7 milliárd nézőpontja van ennek a megközelítésnek, tehát mi összekapcsolódunk euh, 7 milliárd megközelítés euh, és valóságérzékelésen megközelítést ízt, támimot kapcsolunk össze, és, és ezek egymásra vannak integrálódva, ilyen vagy olyan módon, és ez mondom, elérjük azt, hogy mit jelent az egység, hogyha ezt az integrációt mi felismerjük. Amikor mi elmegyünk és terjesztünk, akkor mi 600 építünk. Igen, a 600 az egy intenzitása a kapcsolatnak, nektek nincs ez a kapcsolati intenzitása, mert ennyire csak a törést érzitek, a törés törött szemetet. Mit ha belénétek rúgva a valóság Nem látjátok a kapcsolatot a dolgok között, nem értitek, hogy miért, és hogyan. Ez egy egyfajta lerészegedés. És amikor ti összerakjátok ezeket a dolgokat, akkor nyilván a tudatosságot rakjátok össze. Akkor miért, miért van az, hogy a terjesztés az a kapcsolatot építi fel, és miért van az, hogy a barátokkal való táncolás nem építi fel az intenzitását a kapcsolatnak? Tehát a barátokkal nektek együtt kell dolgozni az egység, mégpedig a köztetek lévő egységen, ez kétségtelen, hogy elérjétek, amennyire csak lehetséges, a kapcsolatnak a középpontját, ahol minden eltűnik, és ami marad, az, az mi vagyunk, és azon belül érezhetjük az adakodás minőségét. De! Annak érdekében, hogy ez a megközelítés az hozzánk kapcsolja a, a, azon keresztül, hogy mi elértük az adakozásnak a minőségét, tehát, hogy ez ne egy ilyen büszke, egoista csoportként létezzen, hanem ezért nekünk kifele is adakozni kell a többiek felé, e, és csak a mi adakozásunkon keresztül, amit a világ többi része felé ad, nyújtunk, ez koronáz meg bennünket a, az egon felett, és ez, ez adja meg azt a lehetőséget, hogy mi a külsősöknek is magunkra tudjuk vonni a fényt, és át tudjuk nekik adni, és ez a kapcsolat adja meg a valódi adakozással való kapcsolatot, amely fölé emel bennünket a, a, saját büszkeségünk felé. Különben az jelenne meg, mondja hogy hogy ahelyett, hogy mi egy a kabalisták csoportjává válnánk, mi egyszerűen mi egy ilyen Büszke csoportá válnánk. Te, tehát ehhez nekünk olyan embereké kell válnunk, akik értik, nagyon komolyan értik, hogy mit kell tenniük. És hogyha nem adjuk át ezt, amit mi tudunk, akkor csak a saját profitunk érdekében csináltuk ezt. És hogy nem is tudnám magunkat megállítani, hogyha nem így történne ez. Tehát nekünk mindenképpen tudni kell, hogy mit akarunk elérni. Hogyan tudnánk, hogyan lehetnénk abban biztosak, hogy valóban, helyes módon tudunk összekapcsolódni? Mert ha nem itt tennénk, soha nem jutnánk el sehova. Tehát, ha ti... Tehát, ha... ha ti csak a saját egótokat növelnétek azzal, hogy micsoda lehetőség ez, akkor rájönnétek, hogy nem csináltok valójában semmit. Tehát akkor e úgy fejleszítenek be az életeket hogy igazából nem léptek ki az önszeretetből. Tehát minden rossz, ami a világban történik, az a jó dologért kell történnie, csak nem tudnánk akkor, hogy hogyan. Tehát egyszerűen mindenki magát igazolná, igen, nekem össze kell kapcsolódnom, ezt meg ezt kell tennem, hogy ilyen erősebb legyen, és én milyen büszke vagyok arra, hogy ezt teljesen meg tudtam tenni, és az ember az mindig önmagát igazolja, mert különben nem tudna semmilyen cselekedetet végrehajtani. Tehát csak azzal a feltétellel, hogy kimegyünk, és a külső terjesztésbe is belekapcsolódunk, tudunk helyes módon fordulni a belső egységünk felé is, hogy azt mind az egység és az adakozás érdekében tegyük meg. És nekünk ezt egyensúlyba kell hozni. Ha mi csak tudnánk, hogy ez egyfajta tudás, ami felé fordultunk, akkor ez nem lenne túlságosan előnyös nekünk sem. Tehát, tehát nekünk a kapcsolatra kell fókuszálnunk, tehát van, akik már évek óta itt ülnek, annélkül, hogy bármilyen következménye lenne ennek, hogy itt ülnek. Tehát, e, tehát egyensúlyba kell hozni mindent. És ti vagyunk, mi, mi, vagyunk középen. Tehát mi vagyunk az átvezetők. Ez jelenti azt, hogy átvezetők vagyunk. Ilyet változók vagytok, bocsánat, ezt így mondtam. Jakokka, tehát ma van egy feltétel, hogy van egy, hogy a kabalisták csoportjának adakozni kell a lévő embereknek. A kabalisták csoportja azt jelenti, hogy azok az emberek, akik elérték egymás között az alkotásnak a minőségét, azaz ez jelenti azt, hogy feltárult a teremtő a teremtmény lények számára. Az ebben a világban, ez azt jelenti mondjam, hogy, a, hogy a, abban a vágyakban megjelenik ez a fajta minőség, és, és azt lehetetlen anélkül megcsinálni, hogy ne gondoskodnánk az egész világról. Ők adják meg nekünk a helyes hiányt, amelyen keresztül mi össze tudunk kapcsolódni a csoporton belül, a csoport középpontjában, ők pedig helyesen. Ők adják meg a helyes hiányt. Nekünk nincs meg a helyes hiányunk, magyarabb. Mi egyszerűen csak ö... okoskodók vagyunk ehelyett, semmi mások. Oké, tehát akkor az első egy szint. Ugye ez azt jelenti, hogy megszerezzük az intenzitását a 600 ezernek, hogy mit jelent ez, amikor a szintet. Az első szint, rám. A 600 az ezer az egy koncepció. Mondjuk akkor ezt ezen a módon. Tehát amikor. akkor a hiánynak megfelelően. minden egyes rész ezen a szinten érzi az egységet. És vigyázni kell, hogy ez, csak ne, hogy ez nem zavarjon benneteket össze. Ugye ezen a héten... Mm. Mm. nagyon nagy mértékben indult meg az internet oktatás, ami szinte egy oxigént az embereknek, hogy indul meg, hogy oxigén az embereknek, és mit kell tennünk annak érdekében, tehát mi az, ha ez a kicsi, egy kicsit vizsgáltatott, mit enged meg a teremtő arra, hogy ez a kis csótánya az ember, ilyet mond az összetes Tehát, hogy valóban az, az ember képes legyen a teremtőt az általános ember is megvizsgálni. Nekünk azt kell érezni, mondja hogy amikor ti az emberekhez beszéltek, és absztrakt dolgokról beszéltek, tehát ami ilyen, akkor nem érintett meg őket a húsokban. És ezért azt fogjátok hallani, hogy igen, csináljátok, ez a helyes út, ezt fogjátok hallani. És valóban szeretjük ezt csinálni. És ez mind azért van magyarabb, mert ők teoretikusan együtt fognak érteni mindennel, amit ti mondtok, de. de de nyilvánvalóan az emberek mindent azt szerint fognak megítélni, hogy neki miért értékes vagy nem értékes. És akkor itt jelenik meg majd a probléma, hogy értékes nekem, amiről beszéltek. Oké, ezt én értem, de nekem el kell képzelni, hogy az emberek egyetértenek, vagy nem értenek egyet, mondja Dani a zenészgyerek. Tehát, tehát hogyan? Tehát nyilván, ha valami olyat mondunk mondok, amihez csatlakozni kell, akkor nyilván már elkezdődik a kifarolás, tehát nem mindenki fog velünk egyetérteni, tennünk kell. Rav, tehát önmagatokat úgy kell bemutatni a többieknek, hogy, hogy nyilván a fontosságnak a hiányát azt nem szabad, szóval, hogy érezzék. Tehát az ember mindent a saját lelkért tesz egyébként, és hogyha és ha előttük egy ilyenfajta módon álltok oda, akkor érteni fogják, mivel ők nem tudják magukat olyan módon elképzelni, hogy a világ korrekció szempontjából ez értékes vagy nem, és hogy gyakorlatilag ez a teremtőnek örömet fog okozni, ezt a tömegek ilyen módon nem érzik, és hogy ez valami szükségszerű, ezt csak ti érezhetitek. Tehát nyilván senki nem akarja, hogy a baj lecsapjon, és, és nyilván ezért egyetértenek, és akkor mit tudsz tenni? Májfajta taktika kell, és újra és újra ki kell menni, ha kell 5 háromszor, ötször, tízszer, egész addig, amíg valamit meg nem értetek. Igen, de valójában ez időkérdése, mondja a srác, mert a, én azt látom, hogy a példa, ugye nyilvánvalóan elmagyarázhatjuk, hogy itt mindenki olyan válhat egyik a másik ember barátjába. Tehát az élet az nem annyira toleráns, még itt Izraelen belül sem. Tehát, hogy, hogy az emberek belső sürgetést érezzenek az összekapcsolatra tehát nyilvánvaló miért adjam fel a saját nézőpontomat, ami még nem kényszerítette ki az életem. Tehát minden ilyen nagyon ködös, mert egyfelől egyet értenek velünk, minden szavunkkal, mert ez logikusan hangzik, azonban, de amikor azt mondom, hogy gyere velem, és próbálj meg megtenni, amit meg kell tenni, akkor nyilván elérünk egy olyan fajta állapothoz, ahol már nem akarok követni, Rav. Még talán eljön az az idő, mondja Rav, amikor képesek leszünk mindenféle külső tanácsadót is használni. Ezt én komolyan mondom. Bár szól a Mirrorről. Az a Nemzet című újságpapírjában. Igen, tehát az utolsó dolog, amit akartam mondani, hogy az a beszélgetés az olyan, mint a, azt éreznénk, mintha ők benne lennének, abban... Tehát ők tehát én mindent elmondok, ami a, amit a kabala diktál, csak én nyilván nem, nem mondom el, hogy teljesen mértékben honnan származik az egész tudás. De ők tudják, hogy mivel foglalkozom, tudják, hogy mit csinálok. De ők se akarják átlépni ezt a határt. Azért, mert nagyon logikus hangzik ebben a világban is, amit mondunk, anélkül, hogy tudnának, de tudnák azt, hogy valójában mi történik, és elmondanám, hogy ez a kabala. Hát lehet, hogy azt kell érezni, hogy ott van valami kicsi kis kézikönyvet, ilyen ismertetőt, amiben leírsz mindent. Én. Tehát szívtől szívig kell átadnunk az érzéseket, mondja a srác. Nyilvánvalóan, hogy ki az, akik. Tehát azt, hogy ők logikusnak éreznek mindent, amit én mondom nekik. Tehát itt egyenlő az emberi dolognak a kérdése, hogy hogyan tudjuk egymást megközelíteni ilyen módon. Oké, okay, akkor mi az ember folytatjuk tovább? Rav nem akart a ezt a konverziót folytatni. Akkor a tervnek megfelelő mi jön most. Ravkúktól fogunk olvasni. Egy cikket olvasunk, amit nekem elküldtek héberről egyébként. Tehát a Rav Kuk Izrael nemzetiségének a lényege. Tehát az embernek egy bizonyos dologból minősítenek kell önmagát, hogy a fényhez tartozik, és minden ember Izraelen belül aktívnak kell lenni a kollektíva fényének a magunkra vonásába, és mindenkinek be kell teljesíteni a saját személyes részét a Izrael kollektívájában, és ezért két cél van az egyén előtt, minden egyes ember előtt, aki az emberi fajban van, az egyik az, hogy beteljesítse önmagát a saját testére megfelelően, és korrigálja magát a relatív viszonyában, Hozzáállása van a kollektívához, és a kollektív az a viszony, az azt jelenti, hogy valaki az egész kollektíváért kell, hogy dolgozzon, a kollektív ö, va, előnyért, és ez egy individuális ö, morál alapján kell érezni ezt a belső kötelezettséget, amit meg kell tennie a, a kollektíváért. És a, a templomot kell szolgálnia egyfelől, ö, az általános struktúra elében dolgozik, mivel ő egy rész, ez van a kollektívában, és minden egyes generációnak át kell mennie nagyon sok tanuláson és javaslaton, amikor az embernek, a, amíg eljut az, az Izrael munkájához, ami a teremtőjévaló való munkáért, munkáról szól, ami az emberiség felemeléséről szól, és ez, ez kizárólag Izrael helyreállításán keresztül kezdett el, a, a nemzetnek el kell kezdenie ragyognia a világ sötét része felett, <coughs> és be kell fejezni, amit megkezdett, és ez csak a saját ragyogása által érhető el, és az a sorsa Izraelnek, hogy egy világos módon rá kell ébrednie arra, hogy ő mennyire felsőbbrendű és mennyire magas célt kapott, és a teremtő az, aki mindent előkészített, egy, teljesen, egy teljes fejlődés készített elő Izrael forrásán keresztül az egész emberiség számára, és minden szükséges eszközt megadott arra, hogy Izrael szellemisége egy fenntartató módon ragyogtassa magát az emberiség felett, és ilyen módon képesé váljon az egész világ áldását elhozni. És ebből a célból minden parancsolatot és minden törvény stabilizált Izraelen belül, hogy ezek mindannyian a nemzeti szellemiség stabilizálására törekedjen, hogy, hogy képes legyen mindenjék a saját célját beteljesíteni, hogy teljes egészében az egyik a másikra épülve lehetővé tegye te Izrael gyermekének a felkapaszkodása teremtőhöz, és ilyen módon minden forrásunk, amivel rendelkezünk, a st stabilizálja a nemzeti érzéseket, és kiterjessze valóban a belső okot és célt a a az úr irányába, amely a teljességet, amely az egész a teljességhez vezeti el. Hú, ezt a rafkukot nem könnyű lefordítani. Ez ugyanaz, ez elképzelés, mondja Rav. Adam Harrison, Ugye ez, ez az, amit feltárta a világra, a világra, mikor a világra érkezett, akkor Ábrámi 20 generációt telt el, tehát mi mindenek előtt összekeveredtünk azokkal, akik a kabala bölcsességével törődtek, és Ábrám óta ezzel foglalkoztak, és a világ mi már az állapotban, mint a világ volt Ábrám idejében, tehát az egész világ. az ugyanabban a, ugyanabban a zavarban, ugyanabban az állapotban van, mint Babilonban volt, és a világnak rá kell ébrednie erre. És ez a szerep, amit Izrael játszik, ami Izrael vállán nyugszik, Izrael kötelezve van arra, hogy ezt megtegye, mert amilyen mértékben Izrael felismeri az utat, ennek a mértékében tudjuk a felelősséget magunkra vállalni, és megszerezni az erőt hozzá is. És, én, és egyfelől engem meglep, és megértem, hogy, hogy minden barátunk, aki annyit tanult, és hogy milyen mértékben nem értik meg, hogy minden a terjesztéstől függ. Tehát, ha mi egyszer a terjesztésről beszélünk, méghozzá egy olyan eszköz, eszközről, ami valójában bennünket erősít meg. Tehát, hogy egyre több embert vonjunk magunkra, és ezáltal növekedjünk, és, és gyakorlatilag a saját súlyunk növekedjen meg. Tehát eljött az az idő, amikor arra van szükségünk, hogy, hogy valóban a terjesztésre dolgozzunk, mert enélkül egyszerűen nem tudjuk tovább folytatni a kapcsolódásunkat a teremtővel. Mert hogyha nem törünk keresztül ezen a falon, ami elválaszt a világtól bennünket, nem tudunk a saját belső kapcsolatainkat sem tovább növelni egymás irányába. Ezért ez Izraelnek a céljával függ össze, amivel nekünk e, meg kell fogalmaznunk azt, hogy miért megyünk ki a tömegekhez, és hogy miért kell keresztül törnünk ezen a vasfüggönyön, és később pedig ez majd egy belső áttörés is e, jelent a teremtő irányába. Tehát ezt a munkát kell eltennünk. E, elvégeznünk, bocsánat. Oké, de amikor a terjesztésről beszélünk, akkor én azt gondolom, hogy manapság mindenki, aki itt ül, Izraelben vagy az egész világon, annak fel kell ismernie, hogy a terjesztés az a legfontosabb és legszükségszerűbb dolog. Ezért tanulunk, ez, ez erre irányul az összes tevékenységünk, erről írtak a, a kabalisták, mindenki erről írt. Tehát én nem látom itt a problémát. Én a problémát, hiszen egy csomó embernek még relatív módon egyszerűbb is kimennie, de a legtöbb embernek nagyon nehéz kifejezni önmagát a nagy közönség előtt, hogy hogyan beszéljek, mit mondjak. Tehát én nem az, persze mi tanuljuk ezt, én értem, hogy a... Tehát én nagyon sok barátunkkal beszéltem, akik szinte leblokkolódnak, akik képtelenek önmagukat kifejezni, képtelenek mondani valamit. És... De még gondolod, hogy nem volt meg ez a problémája? Hogyha én... Tehát nekem van egyfajta kulcsom, amivel beindítom magamban ezt a fajta dolgot, és akkor és akkor ki ugrani mindenki elé, és írtam át, amit kell mondani. Nem, nem, nem. Ez csak úgy tűnik neked, ez nekem ez egyszerű, de ez nem így működik. Ez nem így működik, magyarabb. Mielőtt én megjelentem a nagy közönség előtt, nyilván először öt országban mentem el Európában, ott mindenféle TV rádióállomásokon adtam interjúkat, és azt hiszitek, hogy, hogy ez a fajta utazás, ez egy egyfajta szórakoztatás volt? Ez egy hatalmas csoportmunka volt, mindenki, akik velem voltak, tehát mielőtt kimentem emberekhez, hatalmas, föl kell a célt, és óriási belső ellenás kellett legyőzni. Persze, én sem akartam ezt. Tehát semmi nem fog megjelenni bennetek és körülöttetek, hogyha nem tudjátok, hogy ezt hogy kell fölépíteni. Tehát ez, ez nem egy vajda rockstar, aki kiugrik a tömegek elé, itt valami teljesen másról van szó, magyar. Tehát ez egy nagyon nehéz és nagyon kemény dolog, és az embernek erőltetnie kell magát, ezt meg tudja tenni. Tehát még a kongresszuson is, amikor ott ül 5000 barát velem szemben, oké, okay, ők diákjaim, mindenkit, velem tanul, ismerem őket, és mondhatnék bármit elvileg, de mégis, mégis, mégis végső soron ez egy belső célt ad, a, ami legyőzi az ellenállást, és minden alkalommal meg kell újulni. Tehát hiába felét, felétek fordulok, akkor mégis, amikor jövök a leckére, nyilván én fél óra, egy óra, három óra megelőzően kelek fel a lecke előtt, és mégis ez, az, ez arra kell nekem ez az idő, hogy felkészítsem magam. Hiszen itt nem is a témáról kell fölkészülnöm, hiszen a témát azt itt látom meg. Hanem, hanem nekem meg kell jutni egy olyan állapotba, ahol, amikor az helyes szándékkal kell mindezt megtennem, a felkészülés a helyes irányba, egy valódi irányultságba kell beállnom. Tehát, tehát mi az, ami felébreszt, miért kimegyek ugye beszélni, hogy meg tudjam tenni a munkámat, ami valóban előadást okoz azoknak, akiknek beszélek. Tehát nekem nem szabad Benzinek meg Amnonnak az arcát látni, nem erről van szó. Én nem látok arcokat, mondjam. Nem is emlékszem meg a nevekre sem, sem az arcokra sem nagyon emlékszem. Tehát egyszerűen a belső erejéhez kell fordulnunk az embernek a belső intenzitásához, hogy én, mint egy ilyen elektromos töltés, ami mindenkiben megvan, ezt próbálom meg én összekapcsolni az emberekkel, és ezzel próbálok meg dolgozni annak érdekében, hogy folyamatosan összekapcsolódjunk egymással, és ez nem lehet ugyanúgy, úgy, ahogy már tegnap is megcsináltam, akkor ma nem kell tehát olyan diák is ülhetnek előttem, akiket nem is ismerek. Tehát amit én most látok, az egy... Az egy... Az új részek, újfajta elementek, amelyek vizsgálathoz kell, hogy érkezzenek, és nekem spütálisan kell ezzel megvívnom, ami, ami, sokkal nehezebb, mintha csak azt látnám, hogy kimegyek a barátokhoz, és mindenféle fizikai cselekedeteket teszünk együtt. Tehát nyilván ezért nehéz kimenni a tömeg közé. Tehát ez a munka, ez valóban ez a legnehezebb munka, ami létezik. Rabas azt mondta erről, hogy itt az ember lebénul, olyan, mintha minden része el akarna menekülni innen, és ezért nagyon nehéz kimenni és megtalálni azt a helyet, ahol ahol lehet ezt tenni. Lehet, hogy meg kell inni egy három centes whiskyt, valamik valami kis húst tenni és akkor az ember újra feltöltődve érzi magát ahhoz, hogy ki tudja lépni a tömeg elé. Tehát ez, ez annyira, hogy lelkesé tudjon válni. Tehát, tehát, hogyha egy kongresszus van, vagy valami hasonló, akkor nyilvánvalóan egy nagyon kényelmetlen helyzet, nem egyszerűen kiállni. Hát pontosan ez a lényeg, mondja valaki, hogy mennyire gondolja ön, hogy az emberek, vagy RAV valóban azt a fajta intenzitást tudja megélni, amiről ön beszélt. Nem, 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 mondja A fontosság a lényeg. A fontosság a lényeg. Mindenkinek, akkor bárki meg tudja tenni, ha érzi a fontosságot. De honnan vegyük ezt? Én? nyilvánvalóan honnan tudom én ezt a fontosságot megszerezni? Hát a lelkedből kell, pontosan. Csodálatos. Oké, de én nekem ez behatárol, tehát én a lelkemben nem tudok ezen túllépni. Tehát mindenre vagy képes, mindenre képes hogy őszintén mondom, nincs más választás, hogy hidd el. Tehát pontosan azáltal, hogy te megújítod önmagadat, valóban képes, vagy mindenre, csak még nem tudsz róla magyarul. Neked ezt így kell elkezdened, és így kell megkezdened. De nyilvánvalóan nem azért kell kezdened, mert ez a spiritualitás, mert nyilván a spiritualitás nagyon ne, nagy nehézséget ad, tehát minden egyes cselekedetben így kell megnyilvánulnod. Pasa? Az oroszok szeretnének kérni egy kérdést. Tehát... Tehát... tehát szeretnék megtudni, hogy mi történik itt Izraelben, mert ők három hónapot szeretnék majd a nyáron Szocsiban egy kemény terjesztésbe kezdeni, hogy az egész orosz, hogy egy ilyen nyári tábor lesz Szocsiban, az orosz klinek, és együtt fogunk tanulni, és kimenni a nagy közönséghez, tehát ez egy nyaralóhely, ugye nyilvánvalóan. A kérdés tehát az, hogy hogy megadja ez nekünk a lehetőséget arra, hogy elérjünk a teremtővel egy kapcsolatot, mint ahogy azt ön mondta ezt megölőzen, Rav. Minden kapcsolat azon a módon, hogy az embernek meg kell értenie, hogy az emberek közötti kapcsolatról beszélek most, tehát minden kapcsolat, amit az emberek közötti létrehoztok. Ami nyilvánvalóan ez egy, minket akkor úgy kell, tekintsünk, magunkra tekintsünk, mint egy kabalisták nem között, csoportjára, akik a kapcsolatnak a hiányára akarják rá ezt az emberiséget, nyilván a kapcsolat feltárásán keresztül, hogy felelnek a teremtőhöz. Tehát ezért nekünk, ez mind azért van szükségünk, hogy mám tudjunk emelni. Szoci az egy nagyon szép hely, nagyon sok ember megy oda nyaralni, most mondja ugyanezt rab, tehát több millió ember megfogott ebben a régióban fordulni, ez egy fekete-tengeri dülőhely egyébként, és e, nyilván ilyen szempontból egy egyedi hely. E, ugye a, a tengerpart mentén e, nagyon sok település van, és valóban nem csak a szocsi, hanem a környező falvak is, és nagyon, itt valóban egy nagyon erőteljes is feladat lehet végrehajtani. Mi akkor a következő rész? A nemzet. Először akkor egy kis teszt. Aztán a nemzet című cikkből. Oké, 10 fira tanulmánya. A 10 fira tanulmányából olvasunk. A 16-os fejezetből mondják a Héber oldalszámot. És 108-as pontból fogunk kezdeni. Tehát a 16 hatos fejezetből, ugye ez nincsen angolra lefordítva. Ez Ádámnak a felépítése vagy mi? Tehát 108-as pont a 16-oson belül, ezt Ravi meg, hogy akkor ez Ádám felépítése. Mindenki őrült módon lapozgat. Alef, taf, taf, kuf, nun, alef. Ugye most elmondták Héber az oldalszámot. És megvizsgáltuk a léleknek a lényegét. Ezzel kezdődik. Tehát nekünk... Tehát a léleknek a lényegét, ami bele van a Ádámba, és ezen keresztül meg 200 a 2000 tohúk, 10000, 2000 a mesélyes, tehát tudnátok kell, hogy Adam Harrison minden lélek meg minden lélek bele volt foglaltatva, és ez a kiten részben meg van említve, és melyik parancsolatban a teremtő a világot gyakorlatilag 6000 év alatt akarja kikorrigálni, és minden lélek, amelyet korrigálunk, az gyakorlatilag a BIA világából fog érkezni a korrekcióra, nem felemelkedik az akciót, és úgy tekintet, hogy 2000-2000-2000 év, háromszor 2000 évvel lesz 6000 év, amely össz, összesen 6000 év, vagy ezt már említettük, és minden lélek a felső zivukhoz fog megérkezni, a, az öt haszadim és az öt gúrot el fog hozzájuk érkezni a dátban, az öt ítéletet úgy hogy ítéletek, és a hasz, és, a, és az és, az öt, szűr, és az öt, kegyelmet pedig szülők nevezzük, és ilyen módon az Ádám egy új életet teremt, mert a felső zivugot az ismeretnek fogjuk nevezni, mivel az zivugnak egy cseppje, az gyakorlatilag az a morhadatból fog kiterjedni. Na most ezt Rav úgy hadarta el, hogy ihaj. Tehát akkor merre megyünk tovább? Erről is mit beszélni, mondja Oké, akkor a 109. És akkor van egy másik cél, hiszen a mohinoknak a maradéka, a hokma és a bina, Tehát a bal is a jobb. Ők gyakorlatilag Ádámért, önmagáért működnek. A harmadik moa, amely a és a gúrot együtt, amely a dát, a, a tudás, az a harmadik moa. ezek gyakorlatilag abból a, a sejtsebbből jönnek, amik másból áradnak ki, mert is és az ítéletek, a gúrotok együtt bálának nevezzük és bártának, és, és ezért ez a sperma csepp, ami, ami, a férfinek egy aspektusa a haszadimba, és a nő pedig, az ki pedig az, kizárólag az ítéleteket adja hozzá, és csak azok, akik haszadim és a össze tudják kapcsolni, jutnak el ahhoz a struktúrához, amely egy újjá született testhez kapcsolja őket. Mivel ez a két erő, tehát még egyszer mondjam, tehát, tehát 109 -10 még egyszer, és van egy másik ok, am, mert az maradék mohinja az Ádám Irmon magáért, és a harmadik moak, a hokmának a moakja, az haszadim és a gúrot együtt, ezek gyakorlatilag egyetlen spermacsebből emelkednek föl, amely másoknak a születést, mert a haszadim és a gúrot az, az bártának is ubárnak nevezzük, és ezért a spermacsebb, az a férfiből árad ki, az a haszadim aspektusát tartalmazza, a női rész pedig csak a gúrotoknak a részét tartalmazza, tehát ítéleteknek. Ez azt jelenti, hogy a haszadimot fénynek nevezzük, a gúrotot pedig szűrőnek fogjuk nevezni, és csak azok, akik, ahol, amikor a használomatosak gúrotot összekapcsoljuk, jön létre az újjászületetnek a testének a struktúrája. 110-es pont. És az, ahogy a Hadnám Harisom be volt foglaltatva a három világában a Briának, ahogy ezt említettük, a magyarázata ennek az, hogy azok, akik a használomatosak gúrotokat összekapcsolták minden parcukban a Bria három világában, onnantól kezdve ez a használomatosak gúrot a habadban felemelkedik, az, ö, felemeli az alsót, és azok a lelkek, akik bele vannak foglaltatva ebbe azt hiszem, és gólodban a, három, a Bia három világában, ez azt jelenti, mondja hogy a dátban, minden egyes világ dátjában van ez egyesítve, ezzel bele vannak foglaltatva Ádám lelkébe. És ez, ez a nyilván ezeknek a lelkeknek a szám, az éveiknek a számához adott hozzá, hogy meg teremtve, és azért ebben a világban a test és a lélek összekapcsolódik, ami a ezeknek a lelkeknek a korrekcióhoz kapcsolódik, és, és aztán ez a világ 6000 év alatt korrigálódik, mégpedig a benne lévő lelkek számára megfelelően. Az az mondja, Rab, ez a spirituális teória, amit úgy hívunk, hogy 6000 600 lélek, ennek 6000 év alatt korrigálódnia kell akkor olvassuk el ezt alatta is, hogy felete is, hogy most mi legyen magyarabb. Hát ti választattátok ezt, kérdezi rá. Orp 110-es belső fény. Oké, próbáljátok meg, olvasod. Azt mondom, és a gúrot, az itt, tehát minden parcukban a világ három világában megnyilvánul, amiből az alsónak a lelkei kiemelkednek, és bele vannak foglaltatva Adam Harishon lelkébe, a három uh, mohinon keresztül a habadban a, 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 moak, a, a dátnak a moakját adják, az agyát, és ilyen módon a három Mohin, a hokma és a bína és az alsó dát kapcsolódik össze, és ez a dát, az az alsó tudás, ez, mind az alsó, mind a felsőben öt gúrotot és öt tart az magába, amely minden lelket felemel Adam Harishma lelkéhez, és ez, ebben minden lélek bele van kapcsolva, ezt nem értem pontosan. Tehát és innen emeli föl a dátban az öt gúrodat és öt haszadimot, és ez a dolog, ez nagyon magasztos, mivel ez megmutatja a számunkra az okát annak, hogy minden lélek az fel kell, hogy fogja a, felső, a legtisztább felső világokat, és onnan kell kiterjednie, a megértésnek amennyire csak lehetséges az alsó világ működési tekintetében. Tehát két aspektusa van a habatnak. A lelkek, amelyek a dátból emelkednek föl, meg kell értenünk azt, hogy, hogy a hó bínából a habaton belül emelkednek föl, és mégis ez igazából csak a dátban érthető meg, a lényeg ennek az, hogy a rosszban Nincsen több, mint ez a három mohin, amely habatban befoglaltatva és a gártasz-moaknak, tehát a Makot és a bina összekapcsolódásából történik, és a zátasz pedig a hágát az egyesítése, és ilyen módon a moát az magában a dátban, az agya dátban van befoglaltatva és ez két pártusnak a megjelenését jelenti. amely a felosztása az abának és az imának, a, a felső az az abba, az alsó pedig majd a lesz, az az ima, az anya, és a ma bina az kiterjed két párcufon keresztül a habaton belül önmagában, ami azt jelenti, hogy gári zát, és az úgy tekinthető, mint a gárda mohinnak a párcufja, és ennek megfelelően a harmadik mohin, amely gyakorlatilag az általános dát, amely a zátarosban, és ez kiterjed a, a a, a parzufon belül a gár és a zát, amely a gár, a hokma és a bina és a dát, és a zát pedig, az pedig a dát a dátban, és mind a kettő a gár de zátban, a dáton belül, a, a vágda mohin belül. És ez a, az, az, elosztása és a felosztása az acilút világ parcufjának is megfelel, és a bia parcufjának is megfelel. A mohin, amely adakozik a gufnak, amely szintén a gufot felosztja két parcufra, a gárd és a vakra, és ilyen módon az, a hagát, az a házétól lefele, az a gárde gufot adja meg, és ez, ez mindig a, garda mohintól kap, amely a, amely a bina de dát, és ilyen módon a zat parcufja pedig, ami a guf a testen belül, ez pedig a házétól lefelé, a szium ágleig, az a Vágde Gufnak a parcufja, és ilyen módon ez szintén a Vag de Mohinderos parcufjától kapja meg a, a dátnak a három mohinyát, és ilyen módon ez lesz az alsó dát. És ez az egyéni felosztása minden egyes színnek, a rosnak és a gufnak, ahol a ross önmagában magába foglal a két parcufot, a gárt és a vakot, és általában azonban ezt gárnak tekintető, mivel a guf önmagában az két párcufot tartom, az a gárd és a vakot szintén, és ez általánosan vaknak tekintető. Mit mesél itt nekünk ez, mondja hogy itt egy nagyon egyedi felosztás történik. Tehát nekünk mindig van Keter, Rockman, Bina, az Zerampin és Malkut, ugye mindig ez az öt része van a parcufnak, ugye? Ezt mindenki érti. két ember mondta, hogy igen. Na jó, azt tudjátok. Tehát Hopman a Bina, ők abba is imaként kezdenek el dolgozni, és ezek kiépítik önmagunkból azt, hogy megszüljék a dátot, amely, amely, a megosztás kettőjük között, az a, a tudás, tehát a dát az a középső vonal, amely a és a bínának, a hopmas a bína stabilizál és tart fenn, és ez a dát, ez magába foglalhatja a hopmát is, és a bínát is. És a hokma és a bína, ez szintén egy felosztást tartalmaz, amely gár és vak, a felső rész és az alsó rész. A felső részben a hokma azt tud ragyogni, mert a haszadim erős, és ezért képes fenntartani a hokma ragyogását. Az alsó részben azonban a hokma nem tud ragyogni, ezért a hokma itt csak alulról felfele kap valamilyen fajta megvilágítást, azért mert a haszadim gyenge, és a dát az is két részre oszlik ezért, a felső dátra és az alsó dátra amely majd születést ad önmagában egy másik parcufnak, amely szintén van felső és alsó része, és ez, ami utána itt megjelenik, és erről beszél ez a rész, azaz a hokma és a bina és a dát, ez pontosan azt jelenti, hogy van a felső hokma és a bína, és a dát és van az alsó része. Ez az egyik, az a hagat, és az alsó hokma, bína és dát, ez a támim, az ízek, és ilyen módon minden parcuk feloszlik, rosra és és általában test, rosra és testre, és ez vezet aztán a töréshez és az acilut világának a kialakuláshoz, és ez egy állandó felosztás lesz. Tehát minden annak érdekében történik, hogy, a, hogy az edényeknek megegyen a képessége a korrekcióra. Tehát nekünk van a felső dátunk, ami, aminek van a Hokma Binai és a dátja a házétól, és aztán van a, a alatti parcuf, mi mást mond még itt? Akartok kérdezni erről? Az a baj, hogy most nem rajzolunk, ugye, mert sabat van. Tehát miért van az, hogy Adam Harisson lelke az olyan, miért minden könyv arról beszél, miért minden könyv Adam Harison Ról beszél. Én nem akarok erről beszélni, mert itt most nem erről beszél, hanem arról, hogy a Hopmas a Bina megszülő a dátot, és ezt azt akar nekünk elmagyarázni, mit jelent Ádám. Mert ha tudjuk, hogy mit jelent Ádám, majd akkor tudunk viszonyulni ahhoz, hogy. de miért ezt kérdezed, erről még nem beszéltünk itt? -e? Ez csak neked mondott még valamit, ugye? Oké, de általában, Amharison, itt csak egyetlen fejezet van, minden könyve erről beszél, hogy mi történt előtte, mi történt utána, tehát minden erről beszél. tehát hogy a, 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 lelkeknek a részéről beszélet, és mindenki ez, minden könyv ezzel foglalkozik. De, de hogy lehetséges? Én nem, hogy lehetséges ez? Én ezt nem értem. Az hogy egy héttel ezelőtt magyar mi felfedeztünk a nagy robbanásnak a, lényegét, lényegét, ugye mondtuk ezt. Tehát kicsit jobban e, megtapasztaltuk azt a picin részét a tudásnak. Honnan származott -e ez? Egy picin belső robbanásból, egy bizonyos belső felismerésből. Tehát ez minden így kezdődik. Tehát abban a pillanatban, amikor ti tehát eljutok a tudásnak egy felismerés, onnan kezdődik egy újfajta felismerés sorozat. Tehát, tehát mi most nem tudunk erről beszélni, mert nem jutottunk még ide el. Ezzel nem akarok belemenni. Tehát amikor mi elérünk oda, akkor képes leszünk ezt jobban felosztani, és többet beszélni erről, hogy Adam Harrison az e, e, mindig így, e, miért beszél mindig Adam Harrisonról? Ugyanez volt a nagy robbanással. Tehát még nem tudjuk most a nagy robbanást meg a Big Bent elképzelni, ugye, az ősrobbanást és pontosan ezen a módon nem kell még elképzelnünk Adam Harrison sem. Tehát mit próbál ezzel mondani magyarra? Hogy nektek látnotok kell, hogy minden gyakorlatilag az ásványiból indul, aztán jön a növényi, utána jön majd a, a, az, a az, az, az állati, nem tudom kinyögni ezt a szót. Tehát itt gyakorlatilag utána szökken minden szárba, és az időben van beszorítva. Tehát több milliárd év alatt fejlődött ki az univerzum, ugye? Tehát most körülbelül úgy látjuk, hogy 20-30 milliárd éve létezik ez az egész univerzum. És aztán nyilván a Föld az csak néhány millió évvel ezelőtt kezd, egy-két milliárd évvel ezelőtt kezd Én emlékszem, hogy az a születésnapom, hogy az én születésnapom, az a nap születésének a születésnapja is. Ugye ez az augusztus, nem tudom, hogy a most nem figyeltem ezt. Tehát a keresztény naptár szerint 31-én, augusztus 31-én született meg a nap. És ugye Ádám pedig 10 nappal ezelőtt, 10 nappal azelőtt született, mint az új éve elkezdett volna, én emlékszem. De valóban itt másodpercekről van szó. Tehát, hogy az egészet egy évnek tekintünk, ugye? Tehát a napnak a születés, bocsánat, ha egy évnek tekintünk mindent, akkor augusztusban született meg a nap, és Ádám pedig csak néhány évvel, néhány perccel született meg december 31-e éjfél előtt tehát ha egész évnek tekintjük a világfejlődését, tehát az egész hatalmas kör az azért történt, hogy elkészítje az infrastruktúrát az ember számára. És ez egy évig tartott, és az utolsó néhány percben zajlott le az ember születése. És ezért a szfírák, a parcúfok, és minden, az a rendszer, amit a biavilágának tekintünk, a klipák rendszerek tekintünk, a kedusa rendszerének tekintünk, ezek hatalmas dolgok, hogy akkor mi Ádám, Hát nyilván az apából egy csepp, az, az anyából egy csepp, és abból szed meg Ádám. És akkor, hogy ezen a rendszeren belül minek kell történnie, hogy, hogy készen álljon az aba, meg az ima arra, hogy a spirituális abáról és imáról beszélünk, a és anyáról, nem, nem csak a fizikairól. Tehát a két csepp, amelyik egyetlen cseppje egyesül, hogy ezek képesek legyenek gondoskodni, Ádámnak a növekedéséről, hogy az erők, amelyek körülveszik őt, azok olyan módon fejleszik, hogy pontosan a helyes sorrendet kövesse a helyes dolgot. Tehát mit jelent az, hogy minden egyes pillanatban fel kell készíteni magunkat arra, hogy ez az embrió helyes módon haladjon és fejlődjön, és hogy valami formát kapja. Milyen fajta formát kap? Honnan kapja a formáját? honnan kapja a resimót, a, a genetikát és minden. Tehát nekünk fel kell ismernünk, hogy minden gyakorlatilag a rendszertől függ, amely meg lett teremtve már sokkal korábban, az, és az utolsó 10 másodperc az csak a beteljesedése a Ádámnak, amit az egész rendszer, amit egy évig készített elő, ugye arányában kell ezt most látni, a természet. Tehát amikor a rakéta megy a, a fele, ugye a 90 ugye a kép Kennedyről mi voltunk ott és láttuk, az érdemes megnézni, egyszer valaki arra jár. Tehát, mintha van egy hatalmas terem innen odáig, és egy hatalmas rakétát vannak ott betéve. És amit akarok magyarázni, tehát mondjuk akkor ilyen módon, tehát van egy, ez az egész csarnok, ez a rakétának a teste, és a legvégén ott volt egy kicsiny kabin, és és az egész hatalmas rakéta csak azért volt, hogy ezt a kicsi embert fölvigye a világűrbe, az a kicsi részt. És úgy gondoltuk, Ugyanígy működik az egész környezet. Tehát, hát hogyan tanulhatnánk még mi Ádámot, hogy mi adott neki, ha nem tudnánk, hogy ki az, aki gondoskodott róla, aki tudna, hogy valaki adakozna felé. Tehát nekünk tudni kell, hogy hogyan alakult meg a rendszer, hiszen meg tudnánk, érteni, meg tudnánk élet, érteni az elektromosságot, ha nem értenénk, hogy a generátor hogy állítja elő akkor ott tudtunk volna komputereket építeni, a szoftvereket építeni, tehát mindenféle különböző adapterek és átalakítók kellene, hogy az elektronos áram a generátorba eljusson a kompütered, és onnantól lett nekünk ez a hatalmas technológiánk. Benzi. Tehát, hogyha mi nem tudjuk meg az összes részét a tesznek, ami Ádám még elvezet, akkor valóban te egy olyan részt képzel, akkor hogyan tudnánk ki helyes módon válaszolni a kérdésedre? Benci. Én azt mondom, hogyha Adam Harrison az én forrásom, akkor szeretném megérteni, miről van szó. Tehát a... Tehát a lelkét én még nem értem. Tehát nekem van onnan, onnan kaptam a lelkemet, oké. Okay. De bennem még nincsen helyenek a léleknek, mert nem értem, hogy ő micsoda. Ezért kérdeztem ezt a kérdést. Rav. Valaki fordítsa már neki, hogy mit mondtam. Mondja Rav, Benzi neki. <laughs> Tehát most a, a tanulások ez vagy általában? Azt, amit Ádám nevezünk, hogy ez bennem ábrázolódjon. Ez egy lélek, amihez nekem kapcsolódnak el, amitől erőt kell szereznem. Ez, ez még nem létezik bennem. Akkor hogyan tudnám ezt pontosan megérteni? Oké, itt vannak világok, szfírák, mindenféle dolog, ami megelőzte Ádám De az én forrásom, az én lelkem, ami Ádám a lelke, amitől nek, nekem erőt kell szereznem, ez a működés. Ez tűnik nekem úgy, mintha nem is létezne még az én számomra. Én értelek téged, a. Azonban... Én... Én, én csak igazolni tudlak téged, de nem tudok mondani semmit, mert, mert te egy olyan dolog miatt reklamálsz, ami egy általános kérdés, hogy, hogy az ember, aki ebben a világban létezik, miért létezik? De nyilván egy bizonyos fajta felődéssel eljutsz, és most ez nem is biztos, hogy a te hibád volt, hogy ide kellett jutnod, de feltett a kérdést, hogy, hogy nem tudod fölfogni, hogy ki vagyok, ki az az Adamarison, miért hozzátartozom, hogy viszonyúak a stb. Mivel ez egy másfajta világból származik, mint amit én képes vagyok felfogni. Ez egy másfajta világból származik. Ez nem... Tehát nem tudod felfogni, mert neked nincs hozzá értelmed, de akkor mondjuk ezt ezen a módon mondjam. és akkor ilyen szempontból, hogy még rosszabb vagyunk, mint az állatok, hiszen az állatok nem értik az embert egyáltalán, hogy ki ez, mi ez, nem értik, hogy mi ez a lényeg, itt boklászik. Nekünk nincs hozzá meg az értelmünk, hogy teljesen ki, ki tudjuk tölteni Adam Harisonnak a, 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 létezésével. Tehát mi most azon a módon érezzük még ezt, mint az állatok, bocsánat, tehát olyan rosszak, mint az állatok. Tehát nyilván ez egy frusztrációt okozhat benne, de rendben van. Mi, mi képtelenek vagyunk tehát nem azért, mert idióták vagyunk, nem azért, mert hülyék vagyunk ehhez. Nincs hozzá elég fejlett agyunk, nincs hozzá elég fejlett felfogóképességünk. Tehát az füleiddel nem tudod meghallodni. Ugye például, amikor a kutyák beszélgetnek egymással, neked nincs meg a fület hozzá, hogy meghalt, hogy egyik kutya mit mond a másiknak. Te pontosan úgy nem tudod a spirituális dolgot csak fogni. Mert ez is egyfajta nagyon magas szintű a, 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 kiáramlás az, ami az adakozásból származik, és nem tudod, hogy mi ez. Nem tudod megragadni. Fogalmas is róla, hogy milyen, hogy lehet ezt megragadni. Tehát amikor, amikor valaki élni akar, akkor meg kell halni. Te érted, hogy pontosan mit jelent ez? És, és akkor nyilván e, Izsákot ugye le kellett mészárolni ahhoz, hogy, hogy éljen. Ugye erről beszél. Ugye ez a kiáramlás, ugye, amiről... Tehát mi még nem érthetjük meg ezt a dolgot ezek csak így lehetnek a mi számunkra példa erre Tehát itt egy, itt egy, paradigma van, egy felfogás, felfogás, az értelemben és a érzelemben, ami teljesen más, mint amivel ma rendelkezel. Tehát ezt mondod, hogy képtelen vagy, ez igaz, ezt elfogadom, hogy De ez a fajta, ez a, ez a fajta reklamáció, ez egy egyszerű megoldás, és nyilván a jelenlegi nem fogod tudni ezt megérni, megérteni, ezért neked neked gyakorlatilag reformáló fényre kell vágynod, hogy megváltoztassa az edényeidet, amivel meg fogod ezt érteni, és akkor az egész tóra az belép belét, és akkor elkezdheted megérteni az edényeiden belül, hogy mi történik. Azért, mert ez egy új rendszert épít benned, és akkor a fény megterem benned egyfajta formátumot, amely működtetni, működni fog benned, és az egy, ez egy belső rendszert fog működtetni benned, amely valóban ugyanazt a témát, amiről a könyvek beszélnek, a számodra is teljesen világosra teszi. Hogy honnan származik mindez. Mert a, te, mert a, fény nyilván ezt a rendszert hozott létre, ez ember megérti ezt a rendszert, amiről írnak, de akkor azoknak az embereknek a számára, akikben ez a változás megtörténik, megértik. Akkor fogom tehát akkor fogom olvasni, akkor érteni is fogom. Tehát nem csak olvasni fogok róla, hanem ez az, hogy a kabalisták megcsinálták, én magam is felemelkedek arra a szintre. Ezt nevezzük feltárulásnak, mondja de a feltáruláshoz kell egy edény, amelyben a fény meg tud jelenteni. Oké, akkor miért kell Adam tanulnom? Azért, mert tanulj, azt mondják a kabaristák, mert amire, amit tanulsz, arra vágyni fogsz. És ezáltal meg magadra vonod a reformáló fényt, és csak miután a reformáló fény elkezd rajta cselekedni fogod, megérteni, hogy miről beszélt a tanulás. Nem előtte, mondja Rav, meg kell újítanom az internetet, elnézést, barátaim, egy fél másodperc. Tehát ez csak ebből a sorrenden lehetséges. Ezért nem a bölcsek tanulnak. Tehát, tehát lenne hiába blendet mindenki einstein nem segítene. Tehát neked arra van szükséged, hogy, hogy átad magad. Az egész lelkedet átad ennek akkor mit jelent ez? Lehet, hogy a konyhába dolgozni, mosogatni? Tehát, ha úgy gondolod, hogy ugrálsz a saját helyeden, ugrálhatsz, az lényegtelen. A lényeg az, hogy minden ugrálásodan magadra mond a fény. Oké, de akkor hogyan tudom -e jobban befolyásolni a fényt? Ha... Nem azzal, hogyha ezen gondolkodom? Hogy mi történik? Tehát, hogy föl megpróbálok ezeknek a dolgoknak, ez az, amit én kutatok, mondja a Benzi a forrást, ami közelebb van hozzám, ami közelebb hozzám hozzám a reformál a fénytra. Ez lehetséges, hogy neked igazad van, én ezt most nem tudom, hogy örök. azonban. Én mégis azt preferálnám, amit a kabalisták írtak le, és nem az, amit te kitaláltál magadnak. Ők leírták a számomra. A, az első, az első koncepciót, másodikat, harmadikat, negyediket, ötödiket. Tehát, hogy ezeken a dolgokon keresztül a Gadlu de állapotán keresztül elkezdhetek mindent megérteni, és ez valóban kitölti majd a fejemet, és akkor bár minden ködös az elején, ez igaz, és ezért kell olvasnunk, hogy valamilyen mértékben mégis viszonyuljunk el, és a hozzávaló viszonyulásod a tudáshoz magára vonja a reformáló fény. Tehát, én egy még nagyobb ragyogást kapjak abból, amit tanulok, tehát a lélekről tanulok, tehát, mind a Samátiban, tehát miköze mik, van a Samáti cikkeknek is Hárisonhoz, ugye? Ma még nem tudom, de mégis érdekes módon megtörténik. És nem azért, mert nyilván a saját helyedről nem tudom ma még ezt. Én egyszerűen végrehajtom, amit mondtak a kabaristák. Ők, ők leírták a teszt, akkor én a teszt fogom tanulni. Abban a sorban, hogy leírták. Természetesen. Én oda kell, hogy adjam magam, hozzá kell tegyem magam, hogy egy kicsit mindig jobban megértsem. A legfontosabb a dolog, hogy a reformál a fényt magamra vonják, semmi más nem fontos. Tehát nektek a saját értelmeteket akarjátok kitölteni, ez a baj. Én pedig a lecke során, én pedig, a, én pedig azt nézem, hogy mivel tudnám a fényt magamra vonni egyre jobban. És ez egy teljesen más cél. Te azt várod, hogy az értelmeddel azonnal megérts mindent, én azt várom, hogy kitöltsön engem a fény. A reformáló fény. Igen. Na akkor hol vagyunk? Most mit olvasunk? magyar. A belső fényt. Megfelejtkeztem róla. Oké. Okay. Tehát arra akkor 112-es, és később pedig a 2000 éve a Jecirának teremve, amely megfelelte Zerampinnak, amely az írott tóra, és ezért ez 2000 évnek neve, a tóra 2000 évenek nevezünk, ezért ebben az időben lett a adva Izraelnek, ezt követően pedig a 2000 éve következett a Mesiásnak, amely a Briának a 2000 éve, az, az anya, ahogy ezt másképp is nevezik, amelyet pedig úgy nevezünk, hogy ez a Mesiásnak az ideje, és ez csak, és mindezekkel, e, ugye, ez a, azért nevezzük ezt a 2000 a mesélyes idején, mert ez egészen az idők végezetéig fog tartani, és ennek az oka, hogy minden aspektus a, a gulának, a megváltásnak, az csak az ima ilán keresztül érkezhet meg, amely a szabadságnak a megjelenése lesz, amit Leának nevezünk, és ezt még egyszer Leának nevezünk a, a mesélyes anyjának, aki az utolsó napokban nyilvánul meg. <laughs> Trav érdekesen olvas ezt a könyvet. De Dávidnak a fia, az Leának a fia, Üh, ugye, tehát ez a mesiás, az mindenképpen Dávid fia lesz, Dávid törzséből származik, és akkor mit ír Józsefről, itt nem mond semmit. 113-as, és mielőtt Ádám Harrison végrehajtotta volna a bűnt, mind a 6000 bele volt foglaltatva mind a 600.000 lélek, tehát minden lélek bele volt foglaltatva, mind a 600.000 lélek, és amikor Adam Harrison bünt követett el, akkor fel lett osztva 600.000 darabra, és le kellett csökkennie a 6.000 év szintjére, és, és azt jelenti, hogy nyújts ki a, a bölcseink, hogy mondják, kinyújtotta a, kinyújtott a kezét felém, és ezért, hogy a bölcseink írják valahol máshol, hogy ez, ez volt, ez volt az átvezető szint, ami gyakorlatilag a nemzetek felé való szétszakadás jelentette. Ez azt jelentette, hogy a bűn után Ádám az gyakorlatilag csak kétszázalék nagyságú lett ahhoz képest, amit, mint amikor a mérete a bűn előtt volt. Hufjut Dalet pont, az a 114-es, és ezért a hat ezért a 6000 év, amely magában tartalmazza a Briának a teljes idejét is, az pedig 620 szoros módon lecsökkentette Adam Harisont, amely a két harmada volt az eredeti méretének, és ilyen módon, ez valóban, ezért Adam Harrison csak a halakenyeret érdemelte ki, amely a, amely a nemzetekben nyilvánult meg, és aztán a, a, Briának ez a második része lett, amely a zon, és azért a négyezer év az a jeciles az asziának maradt, és ezért, ezért ezt nem értettem, tehát a, az Abeve miatt a Briában megnyilvánult az első kétezer éve, ez azt jelenti magyarab hogy az Abevei már a Brián belül az gyakorlatilag megnyilvánította Adam Harisont a mi világunkban, a többi pedig benne maradt a Adam Harisonban. Tehát az Adam, van az Adam de Acilut, aztán van Ádám a Jecirában és Adam a Briában. Az a Briában lévő Ádám, az, az hiányzik benne az Abaveima része. Ez azt jelenti, hogy egy Jecirá alatt már az, az Abaveima nem nyilvánul meg Ádámban. És akkor ez mind abból a tényből származik, hogy, hogy csak 100 szint maradt benne, nem 125, aztán 116-os pont, és amikor Mosara Benú Mózes megszületett, a, akkor ő kiérdemelt az, mind a 125 szintet újra. Ez a titka annak, hogy, hogy ő húsba került, és az ő napjaiban nyilvánvalóan akkor ő 160 évig élt, nem, 125 évig élt, bocsánat, és mivel ugye ez egy, a gemátriából származik ez a szó, tehát 135, ugye ez a gemátriában maga a Mózes, és akkor Mózes kiérdemelte a binát. A lényeg ennek az, hogy ő kiérdemelte a, biná, a Bria binájának a lelkét, és sőt, ezen túlmenően a, egész az Asszia világjáig megkapta mindenki az ő szintjét, ez a spirituális szint, mondjuk, ami felül lefele az összes magas szintet magába tartalmaz, és ilyen módon az Abaveima az az nem tisztázott még, ezért nem is terjed ki, tehát amikor elnyerte a Bínát, most bele volt foglaltatva ebbe, és az, és az Abba-eim soha többé nem vált el Mózesban, és ezért Mózes a Gemátriában. Tehát ez 184 a Gemátriában, és ezért ez a Havajának a hátsó része, amely a, 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 a Jud a, a nem tudom miben, és ezért a Gemátriában, az, az Abba-Judban, az, az, 75, és akkor mi az, ami maradt, mondja Rav. Ezt az, amit nekünk le kell erőzni. Ah, itt elmagyarázza nekünk ezt, mondja Rav. Tehát az a 116-os pontban elmagyarázza. Tehát 106, amely gyakorlatilag az, az, abá, az anyában valaminek a nevének a megfordítása azt jelenti, hogy ez elvisz bennünket egy kérdések az, amit a bölcsek földetek, hogy Ádám a földön hogy érdemelte ki mind a 125 szintet, amely a távolságnak a mérése a legfelső szintől, és a válasz az, hogy tehát, hogy miért vagy te itt a földön található, ugye ez nem tudom, miben egy Héber szót mondtak, hogy ez hol jelenik meg, és Adam Harrison Megteremtődött a, a, egy gólem, és a gólemben... A, tehát, tehát... és ilyen módon a gólem adta a testét Adam Harisonnak. Tehát a kérdés a következő... Hogy az összes... a, a Panimnak az összes edénye eltörte, vagy nem, ezt a kérdés föl, Összefoglalja csak ezt a dolgot egyébként, ugrál a pontok között. Nagyon nehéz ez a fordítás most. Tehát, hogy... A, tehát nekünk lesz időnk arra, hogy a, a, a minden nap töltsünk egy órát azzal, hogy Adam Harison ilyen módon hogyan született meg. De miért ezt választottátok Kérdezik, Rav, még egyszer. Annak érdekében, hogy megértsétek, hogy miről beszélt, oké, mondja Rav. Tehát minden egyes igazembernek, aki ebben a világban dolgo született, az Adam Harisonnak egyetlen szerve, és amikor korrigálódik, akkor Adam Harrison önmagában is perfektebb és korrigáltabbá válik, és, és minden lecsökkenését vissza tudja emelni magában, és Mózes fia az bele van fogadva Ádámba, és nyilván ezt mondjuk, hogy az ő neve és az ő fiának a neve az egy, és és Ádám és Évának a, a, az egysége, és amikor Mózes elnyerte azt, hogy ő Ádám és Évát korrigált önmagában, magában, akkor, akkor ismert, hogy Mózes az a legfelsőbb erejét kapta meg a teremtett lények fölött, ezért ő gyakorlatilag Ádám Harisónak a bűnét át tudta élni, és nincs más igaza a földön, mint Mózes, aki korrigálni tudta Ádám Harisónak a lelkét, a törött lelkét. Tehát Mózes az kérdemelte a Briabeveimáján keresztül, ami 125 színnek felel meg, és Adam Harison, az, az, pedig, az, Adam, az pedig hiánya volt az Abbeveimának a Brián belül, tehát az abba, apának az anyának a Brián belül, ez, ez, most itt ne, és akkor ez nem érdekes, akkor olvassuk, akkor olvassuk a nem tudom melyik ponton lefele, héberül mondták, tehát a bínázad Adam harisomban. Tehát akkor olvassátok. És a, a, a adamarisának az állapota az a hátsó, a, ami a bria világának a parciféjben nyilvánul, meg egy olyan módon, hogy panim és ahoráim állapotában vannak, ezek a parcufok. És a adamarisának az állapota az ahorájban van, amely a panimnak az edényeit magába foglalják. Ez azt jelenti, hogy az 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 a az a hátsó, a hátulsó része a parcufnak, mint a hátat az, mint a parcufok hátat fordítanak egymásnak, és, ezek a, és ez a biában vannak, és ezt nevezzük úgy, hogy a Kinád de Adam Harishon, ezt nem fordították le angolra, és a Panim de horáim tehát a, a, hátsó része a parcufnak, a, a bián belül Adam Harrisonnak a parcufi hátat fordít, azaz a Panim és az horáim, és a horáimba fordult, tehát a parcuf elkezd megfordulni a biában, és ilyen módon válik Adam Harisonná, ez azt jelenti, hogy ez a hazéban van egyetlen pont, ahol a parsa majd megjelenik ezáltal, és itt nincs többről szó, mint a biának a világaiban teljessé válik a habat edényei a hazétól lefele, amelyek, amelyek a bia világait fogják megadni, és ez a pont az a hazéi jecirától lefele, a jecira lefele, melkosától lefele, ez a pont magában tartalmazza ennek a parcufnak a hátulját is, és ez tekintet Adam Harisonnak. Az az mondja hogy Adam Harison az nem tudott a párszat, de biától lefele, nem tudott kiemelkedni, csak a jecirától lefele. Ez azt jelenti, hogy, a, hogy az Ahoraim és a Panim egymásra a foglaltatva az Adam Harison, az valóban a megszerzési edényeben kezdett el megnyilvánulni, amely majd aztán az adokodás edényében tudnak fordulni, mert megfordulnak ugye az edények. Ezért a bölcsek elmondják, hogy Adam Harison, az a sel bűnbocsánatát, azt az a templom lerombolása után kezdi meg, nem az alsó templom, hanem a felső templom után, amely gyakorlatilag a jecirának az utolsó, az, az utolsó hat részében történik meg a jecirában, amely a hazeddel jecirától lefele történik, ugye ez a gemátriát számolt arab, és ez tekintető úgy, mint a a a hat utolsó hat részének a megnyilvánulása, ez azt jelenti, hogy a Habat hagát a Bria a Briának a házétól lefele jelenti Ádám Harisonnak a megnyilvánulását, és akkor ez tíz firát emel föl a Briában, és ezt nevezzük úgy, itt megint egy Héber mondatot mondtak, az a Malkut, amely kiáramlik a Briába majd. Mire a Bria az a Migdásnak a titka, és az a Mahutnak a neve Héberül, ezt megint mondtak, tehát a hazétól lefelé, akkor letisztáztuk, hogy Adam Harison az, az a, a horálym állapotában lett megteremtve, tehát a Habat Hagate edényei hátat fordítottak a hazétól lefelé lévő edényeknek, és ezért ezeket az edényeket így jött létre Adam Harison és ez a világ, hogy a felső habat Hagate edények hátat fordítottak. Ez, ez világos akkor, hogy ez honnan származik mindez, magyarabb? Na, Bence, most már érted, hogy honnan jött Adam Harison? Érted most már? Ez válaszol neked, amit most felolvastunk? Akkor kérdezz. Tehát ön azt mondta, hogy Adam Harison az a megszerzési vágy, amely az adakozáshoz fog kapcsolódni. Tehát van a megszerzési vágy. Tehát hogyha én azt csatlakozom az adakozáshoz, akkor én adám, a részéből válok. Mi a rossz ebben, vagy helytelen. Nagyon világos, hogy miről beszél itt. Hogy ez a lényeg. Tehát Adam Harrisonban van egy fordulat, ugye, amikor a, az adakozási edények hátat fordítottak. Oké, okay, de akkor ez, az, ez gyakorlatilag az eredet Adam Harrisonnak, amikor az összekapcsoltak az adakozási és a megszerzési edények. Igen. Tehát ha én a, a szentségedényéhez kapcsolódok, akkor Adam Harrison lelkéhez kapcsolódok. Tehát akkor válok ugyanolyan, mint Adam Harrison, ezt a fordulatot elkezdem megtenni. És, és akkor Adam Harrisonnak a struktúráját őrzöm magamban. Tehát össze-vissza tudunk zavarni dolgokat, hogy ez így, meg úgy volt. De ezt nem tudjátok felfogni, mert itt van egyfajta blokk mindegyikünkben, amitől ezt nem értheti meg pontosan, hogy mi történt. Hogyha én Bele tudok integrálódni az adakozás minőségébe, akkor gyakorlatilag is be tudok integrálni az adakozás és a megszövedények összekeverésébe akaradom, és lelkével kapcsolatom össze. Tehát van a hatalmas adakozási minőség, amit Habat Hagatnak nevezünk, és van a Párszá. hogyha én integrálni tudok ezen keresztül, a párszán keresztül és a maximum keresztül bele integrálódni az adakozás edényeibe, ez azt jelenti, hogy ez az én gyökerem, és akkor elértem Adam Harisonnak a lelkének a gyökerét. Amnon, világos ez, amiről beszélek? Tehát a te gépet komplikáltabb mindez. Hát több problémát kell, hogy a te légkondíciál a géped, mint amiről itt beszélünk. Adjatok egy mikrofon. Oké, okay, de ön azt mondja, hogy ugye amikor a Habat Hagat leereszkedett felől lefele, aztán pedig alulról felfele el kell jutnunk a kapcsolati pontig, amit Maszaknak nevezek, és ezen keresztül -e kell Igen, ez a házénak nevezett pont, amiről így hivatkozott. Ugye a szívében van a fordulat, ugye ezt írta le, tehát nekünk erőfeszítéseket tennünk, hogy megfordítsuk ezt a szívet, hogy össze tudjuk kapcsolni a haza fölötti részeket, tudjuk kapcsolni az alsó részeket. Ez két rendszernek az összekapcsolódás jelenti, amiknek, találkozni kell. Az alsó rendszernek, ami a megszerzési vágy rendszere, és a felső rész, amelyik az adatkozási rendszere. Ebben között valami fajta összefüggés kell adni, és ehhez azt kell, hogy lenullázza az alsó rész magát, és akkor kiderül, hogy mint egy, egy ilyen magzat egyre jobban bele tud nőni a felsőbe, és ezáltal kezd tud hatolni a, a ki tudja nyitni a maximumot, és egyre jobban és jobban a vágyam belefoglaltódik, mint egy balon, amelyik, mint egy lubbalom elkezd nőni, és ez az, ahogy az én magzatom gyakorlatilag az adakozásba belenő, hogyan? Úgy, hogy, hogyan, úgyhogy én a megszerzési edényeimet lenullázom, egyszerűen nem akarok én semmit használni belőlük, a régi módon nem akarom kiterjeszteni, és ez jelenti azt, hogy lenullázom, az a, lenullázom a megszerzési hiányomat. Igen, ez világos. Tehát a felső része az anyamély, ugye? Igen, ez a Adamarisnak a felső része. És akkor én felismerem, és, meg, és realizálni tudom, nem, lehet, hogy ez csak egy imitáció, de mégis én valami fajta cselekedeten keresztül képes leszek a, egy választáson keresztül megérteni, hogy mi a jó, mit teszi boldoggá a felsőt, milyen cselekedet teszi boldoggá a felsőt az alsó részéről, az, hogyha az alsó lenullázódik, és, és akkor a felső ezt élvezni fogja a felső rész, és ezáltal én elkezdek részt venni a felsőnek az életében, és és akkor egyre jobban és jobban belenövök a felsőbe, és forma kerülök vele, egyre nagyobb örömet fogok abból kapni, hogy ő örül, és ilyen módon ugye ez a gadlott állapot, a nagyság állapotába kerülök én is, mert az ő öröme kitolt, kitölt engem, és azért Adam Harrison te helyreállítom. Ugye? És mi az, ami itt összezavar ebben? Tehát ennek az érzelmi-pszichológiai kapcsolatról szeretnék kérdezni. Tehát nekem éreznem kell, hogy nekem megvan a képesem, hogy az adakozásba integrálódjak, és akkor ezáltal ezáltal a megszerzési vágyat, mert nekem csak az van. Minden rajtad függ, minden a te font, belső fontosságon függ. Tehát, hogy képes vagy-e ezzel foglalkozni. Minden más gyakorlatilag értelmetlen és szemét a világban. Tehát az egész élet csak ebben található meg, ez az egyetlen dolog, ami fontos az életedre. Minden csak azon a stimuláció múlik, hogy megérted -e, hogy neked át kell lépned ezt a, a, az Adam Harison szívét elválasztó vonalat, és fölé kell emelkedni, és le kell nullázod magad, hogy te a felsőt hogy fordulni, és képes legyél csak erről gondoskodni, és tegyél meg mindent, ami csak lehet. Én csak ebbe akarok belefoglaltatni, ennyi. Ugye, de hát az a, nyilvánvalóan az adakozásnak a föld porából kell felépíteni. Igen, tehát neked a föld porából kell ezt felépíteni, föl, ez kétségtelen. Itt kell megértened, hogy hogyan tudsz adakozóvá válni. Ez... Tehát... Hát nyilvánvalóan neked lassan el kell majd rájönni arra, hogy a Földön hogyan tudod ezt megosítani. Nyilván ez egy külön probléma mivel neked el kell érned a saját gyökereidet először, és neked neked el kell ültetned a magot, és utána kell elkezdened locsolgatni, és akkor tudod visszatérni, visszatérni önmagadat a, a, az, hogy ami kinő, hogy a maga kihajt, az, az fog téged felemelni a magasabb rendű dolgokhoz. Akkor mindenki alszik? Ezen a négy emberen kívül? Á, most már, már három emberen kívül, aztán most már négyen vannak, aki nem alszik, mert Oké, okay, akkor itt elmagyarázza, hogy a nehézség az mindig abban rejlik. Mi az a szabály, ami szerint én tudok emelkedni? Hát kedves barátom, igen. Mondja rav. Mi az, amin keresztül ki tudsz tölni? Hol van az áttörési pont? Hogy hol van a halál és az élet közötti elválasztó vonal? Valóban ezen. Ez a dolognak a lényege. Oké, okay, akkor hol van az én döntésem? Hogy én ki akarok jönni a halálból? Tehát, hogy minden egyes pillanatban hogy hol van az a repedés, amin át tudok menni. Tehát tehát, tehát neked állandóan meg kell próbálnod. Nem tudom, meg lesz az a pillanat, ahol keresztül tudsz törni, mondja rá. Ne tekintsetek úgy erre a dolgokra, hogy, hogy lehetetlen. Nem szabad semmire így tekinteni, hogy lehetetlen. A legfontosabb dolog, hogy megértsétek, hogy az erőfeszítés az a kapcsolaton keresztül lehetséges. Az előfeszítés a kapcsolatban van elrejtve, tehát a keresztül törés az azon a ponton lehetséges, ahol lenulálzatok magatokat, és akkor, és akkor a tű hegyén átbújtok. Ugye ez a, ez a tű hegyén átbújás jelenti. És akkor, mi azon a nagyon vékony vonalon fogtok átmenni, amin ezen a kis lukon, ami a tűn, tűn van, nem tudom, hogy mondják, és ilyen módon a barátaitok felé úgy kell fordulni, hogy valóban az a tű, ti vagytok a tű foka, és miért? Mert a munka ebben a tű fokának a hegyén kell elvégezni, tehát nektek ezen kell átbújni, de csak annak az érdekében tudtok ezen átbújni, hogyha tudjátok, hogy miért dolgoztok. És ez csak a lenullázódással megy, különben nem tudtok átférni a lukon. Tehát, hogyha ugye tegnap, hogyha én a barátokhoz kötöttem és kimegyünk terjeszteni, akkor ezáltal... Hát ez biztos, hogy így van. Tehát a lenullázódás, ez lenullázódásnak minősítő, mert a saját természetben megfelelően te soha nem tennéd meg. Tehát lenullázod magad azért, hogy ki menni, és nyilván nem a karakterednek meg fel akarsz kimenni, tehát különböző dolgokról beszélni az emberekkel, tehát nektek le kell nullázni önmagatokat, alávetni magatokat minden egyes lépésben, és ezáltal hatalmas munkát végeztek, hogy eljussatok ehhez az átjáróhoz. Oké, de akkor, de, hát a, de a fizikai szinten, hogyha sikertelen volt ez, akkor is. Igen, ez nem ettől függ magyarul. Ez nem tőle függ, hogy mi a sikeres, mi nem. Megtetted, amit tudsz, tehát akkor mondjuk ezt a következő módon jelentsük ki. Tehát annál jobban, mint amit te gondolsz, hogy sikeresek lesznek, és ennek megfelelően megteszel mindent. Tehát sikeres ez a támadás, és te megteszel mindent, akkor a legfontosabb eredmény, hogy mi lesz ennek a cselekedetnek, ezt nem láthatod. Mert lehet, hogy az is előnt hoz neked, hogyha látszólag sikertelen vagy. Azért, mert neked nem szabad, hogy megadják neked azt az érzést, hogy sikeres legyél. Azért, mert akkor tenni az egódat, ezért nem vagy sikeres sikeresebben. Oké. Okay. De akkor azt, hogy meg tudom tenni, vagy nem tudom megtenni, ez honnan származik? Nem, a cselekedő után látni fogod, hogy nincs más a kívül. Adam Harrison az, az egész rendszert, ő tartja fenn, az ő lelke gyakorlatilag a rendszert. Akkor mit, mi múlik, hogy az első ember meglehetetlenül azt, hogy tartozhat magában Ádámot, vagy nem? Rav, itt van egy rendszer. A rendszer ez így van képítve. Ez olyan, mint egy csecsemőnek elkezdett magyarázni, hogy a nap az így született, a hold az így született, és akkor ezért a nap elbújt a, 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 a föld mögé, hogy ne világítsa meg. Mint egy mesét mesélnél. Ha így meséled, akkor a gyereknek egy belső minőségeit már akkor nagyon érthető érthetővé teszed neki azt, ami történik. És akkor úgy mondod el, mintha. Ugye egy ilyenfajta mesébe kezdesz. Ez egyetlen dolog, azonban a lényeg az, hogy erők, erőknek a rendszere dolgozik itt. És nagyon nehéz megérteni, hogy hol van, ami szabad akaratunk ebben a rendszerben hol van az a, az a, sürgetés, az, hogy ez én hozzáadjam magam a világhoz, és hozzáadjam az erőfeszítéseimet, tehát én vagyok az, akinek össze kell a barátaiból. nekem kell, hogy megegyen a vágyam rá. Én, és én hallottam valamit, én olvasok valamit, és, és azáltal, hogy én ezt megkapom, én befolyásolódtam, és aztán a cselekedem, pedig én befolyásolok valakit. Hát milyen, hol van olyan cselekedet, amelynek nincsen forrása? Tehát én azt mondom, hogy én csináltam, de mit jelent ez, hogy én csináltam? Az, hogy tőlem indult ez ki, ugye? Mit jelent az, hogy függetlennek lenni? Ez a kezdőpontja annak a gondolatnak, hogy én megvalósítom önmagamat, és hogy valami teremtésre tudok vinni én magam. Hogy lehetséges mindez? Úgyhogy, ha valami elkezd nem létezni, ez elkezd önmagában cselekedni a nulláról. És lehetséges ilyen dolog? Hát ez a legfontosabb kérdés. A függetlenségtől, az ember függetlenségéről, mivel az ember az úgy tekinthető, a cselekedetén keresztül, a keresztül tekinthető valaki embernek. Tehát lehetséges az, hogy valami fajta önálló cselekedetre ébredjek? Tehát hogyan tudom ezt a fajta cselekedetet ábrázolni, amely belőle indul ki az én szabad akaratomból? És az, hogy valaki okoz bennem valamit, amit én egy alternatív módon ezt vagy azt teszek, ez nem az én függetlenségem. Tehát ez a stimuláció, ez nem én vagyok. Oké, majd beszéljünk még erről, anyarabb. Ez a gondolkodásnak a helye itt, itt el lehet ezen gondolkodni. Nagyjátok gyorsan egy mikrofont valakinek, aki ottan kérdez. ez az átmenet, amit mi a lélek születésének hívunk. A lélek születése, mondjuk, a, az ne, ez nem a születése, hanem a, ez igazából a születés, ugye, az a megtermékenyülés, a magzati a kezdődik. Akkor itt van egyfajta illumináció, egyfajta ö, a léleknek egyfajta ragyogása, amely ugye, nem, van egy ragyogás, ami fenntartja a lelket, és van egy, ami pedig megszüleleket. Hát a léleknek a születéséhez egyfajta az abszág fénye ami a lelket megszüli és fejleszti, mivel a, mert a lélek az a megszerzési vágy a mi világunkban, és ez el kell ha feszeszed állapotot, ami a kegyelmi öröm állapota. Oké, de akkor az alsónak meg kell szerezni a fényt, amely felülről érkezik, és ezt nevezzük úgy, hogy, hogy a lélek születésének a ragyogása? Igen, mondja röv. én... Tehát hol kezdődik az a pont, amikor én megszületek, és nekem van egy szabad döntésem, gondolkozz egy ezzel magyarabb. Ez jó neked, ha ezen elgondolkozol, ez a leglényegesebb pont. hol kezdődik a te születésed ebben a rendszerben, amit most tanultunk? Ezt önmagad, tehát önmagadon belül kell ezt a hozzáadást megfejtened, hogy rágyere arra, hogy hogy... Oké, okay, Tehát akkor menjünk át, Hova? A nemzet című cíkre. Akkor a nemzet című Vár, Várj, vár. Na most Rav olvasunk, Rav átírta a rendszert egy kicsit. Nekem ez van idejében, mondja Rav. Csak én nem tudom elolvasni. Nagyon, nagyon sok komplikáció van, amit alig látok, mondja Rav. Tehát, hogy tudja valaki magát a cél irányában fordítani? Hogy a, részt kell venni a, a, nagy, a tömegek életében, azaz az, az életét a tömegnek kell szentelni. Ez az, amit a kabbalisták leírtak mindenütt magyarabb. Tehát semmi más nincs ezen túlmenően, hogy az, hogy az egész nemzetet a spirituális korrekció felé fordítjuk, fordítsuk. Tehát meg kell szereznünk azt a formát, ami Izrael képesét teszi a tömegek felé való munkára, és mindenkinek teljes egészében részt kell venni az egyéni munkájában, ami pedig úgy, hogy az általános munkában részt vesz, ez kötelező magyarabb, hogy beleintegrálódjon az általános mindenkinek az általános beteljesítésébe, és ezért két célunk van. az egyéni morál területén, amely értékes lehet minden egyes embernek, értékes lehet megszerezni az emberi fajon belül, hogy önmagát kötelezze a teremtőr munkára, azaz a saját értékének megfelelően dolgozzon, és nyilvánvalóan a saját értékeit pedig az egész felé fordítsa, és az egész felé fordított értékek, az pedig azt jelenti, hogy amennyire tud, a közösségért dolgozzon. Csak ti értitek ezt a fajta módot, ahogy itt ír. Azonban, amikor valaki ezt visszautasítja, és az saját egyéni moráját a halálba viszi, bocsánat, és belép azokba a cselekedetekbe, amik a tömegek felé viszik őt, de hogyha ezt tisztátalanul teszi, akkor tisztátalanul is tudja szolgálni a templomot, azért mert aláveti magát az általános struktúrának, és belefoglaltatja magát, önmagát az egészbe. Na most akkor most már srác kezdél olvasni. Tehát olvasom az elejétől. Oké, okay. akkor előről olvassák. Tehát mi, mikor, miért kell valakinek átadni magát ennek a célnek? Tehát bele kell vetni az életét, oda kell adni az életét a tömegekébe, és meg kell azt a formát, amikor Izrael De ha nem tud az Izrael tagjai, nem tudnak a tömegekért dolgozni, tehát mindenkinek be kell fejezni a saját teljeséget, a saját munkáját a, a, közösségért, és ezért az individuális morában két cél van, az egy, amit minden egyes egyének az emberi fajon belül magáével kell tennie. Az egyik, hogy a saját értékeit, azt hozzá kell igazítania a az egésznek és teljességében található értékekhez, és amikor valaki képes dolgozni az egészét, az csak úgy lehet. Tehát nyilvánvalóan ez azt jelenti, hogy a saját morálját le kell csökkentenie, amikor a tömegekért dolgozik, még akkor is, hogyha ez hibás és tisztátalan, mégis a templomot szolgálja. De itt van egy általános struktúra magyarul, amikor valaki a közösséget dolgozik, és akkor ennek részét elkezdi, hogy veszítse önmagának. Oké, tehát valószínűleg itt az egyensúlyról beszél, amit az embernek a saját magán belüli egyensúlyt és a tömegekért való egyensúlyt ki kell Tehát nagyon sok generáción keresztül a javaslat az volt, hogy ezek a magasztos elképzelések, a teremtőjér való munkát, munkában nyilvánul meg, ez lett megadva Izraelnek, és ennek a célja az volt, hogy felemelje az egész emberiséget Izraelen keresztül, mert ez másképp nem lesz lehetséges, másképp, mint hogy Izrael gyermekei először felemelik magukat, és az emberek, akik, akik elkezdenek majd a sötétben ragyogni, a világ sötétségében ragyogni, ezek Izrael gyermekei, és ezt csak a saját fényüket tudják beragyogtatni az emberiségnek, de nem a saját érdekükben, hanem a tömegek érdekében, és ezt érezniük kell, hogy ez mennyire magasztos, és milyen mélységi célt okoz ez, és a teremtő mindent előkészített, azért, hogy Izrael keresztül megadja az összes szükséges eszközt ahhoz, hogy Izrael szellemiségét stabilizálja, hogy megfelelő módon áldás jelentessen a világnak, és hogy önmagáltal tudja Izrael felemelni önmagát, és ilyen módon képessé váljon arra, hogy az egész világot fölemelje. És ebből a célból az összes parancsolat és törvények azok átálltak adva Izraelnek, hogy ezek mind a nemzeti szellemiségét beteljesítsék és felemeljék, mert önmagunk által nem tudnánk eljutni ehhez a ponthoz, mi nem tudnánk a követ, és ha ezt nem érjük el, akkor nem tudnánk a bennünket követő embereket megragadni és felemelni. Tehát a mi fókuszunk, ez először a nemzeti szellemiség felemelésére kell, hogy uh, fókuszáljuk, és ezt kell szétteresztenünk, a, a, tehát ennek a célnak az irányába kell e, a teremtő akaratát e, kiterjesíteni az egész emberiség irányába. És akkor most, bár most olvasunk már a Szulámot, a Nemzet című cikket. Tehát mielőtt mi megközelítünk a Nemzetet, talán azt nekünk valamilyen iránymutatást mondja oka, hogy hogyan közelítsünk ehhez helyesen. Hogy valóban ez a szellemiség kiterjedjen felettünk a legjobb módon, RAV. Tehát mi beszéltünk az univerzum fejlődéséről már, és arról, hogy hogyan. ugye hogyan tartott el 15 milliárd évig az egésznek a fejlődése, és aztán 10 másodpercig az emberi léleknek a fejlődése, tehát és így jutottunk el oda, ahol most vagyunk. Tehát most visszafordulunk, ugye, ugye visszafordultunk először a nagy robbanáshoz, amikor az egész elkezdődött, és onnantól visszafele próbáltuk megfejteni a világnak a fejlődését, azaz, nyilvánvalóan ez már túlmutat azon a képzetes valóságon, amiben most itt létezünk, ami csak az emberen belül létezik. És az előny. az az előny, hogy mi itt együtt vagyunk. Mi az előnye annak, hogy mi itt együtt vagyunk. Az. Az hogy képesek vagyunk. Cselekedetet tenni úgy is, hogy a spitás világon kívül vagyunk, mert a spitás világban nincsen szabad akarat, ezt láthatod kell, ott minden cselekedet, kül, tehát minden cselekedetnek szabadá kell válnunk. És ezért le kell válnunk a spítrásba, hogy szabadokká válassunk, és ebben a valóságban tudjuk ezt csak megtenni. Tehát ez a valóság az, ami kiszakadt a spítrás világból, ami a teremtőhez tartozik, és ezért tudunk mi szabadok lenni, és ez mind azért kell, hogy visszavezessük Adam harison tudja az eredeti szerkezetébe. És ezért a több milliárd év fejlődésnek a végén az egész valóság az kizárólag a mi, mi, miértünk lett ilyen módon létrehozva, hogy ezt a cselekedetet meg tudjuk tenni. Tehát minden azért lett létrehozva, hogy megjelenjen benne a szabad akarat. És ezért nekünk valóban valóban az a saját igazi természetünket meg tudjuk szerezni, és fölé tudjunk emelkedni annak a természetnek, ami a teremtés óta milyen és nem csak ebben a, ebben a képzetes lúbbalomban létezünk, ami a mi létezésünknek minősül most. Tehát az a tíz másodperc, amiről beszélünk, ami az egész emberi létezés jelenti a világegyetem létezésén belül, mi még nem jutottunk el ennek a teljesen a végére, és természetesen az emberiség az az egy olyan fajta módon fejlődik, hogy, hogy nem tudtam még megemészteni, hogy van valami a saját létezése feletti létezés is, és, és az életnek a célja az nem az, amit mi ma gondolunk, hanem, mert ma itt csak úgy élünk, mint az állatok, hanem e is van egy magasabb rendű cél. És van valami nagyobb, van valami magasabb, amit nekünk meg kell találnunk. és ez csak tőlünk függ, hogy, hogy ebben a néhány másodpercben, ami a világ végéig még hátra van, a világ beteljesedéséig, olyan cselekedetek tudjunk létrehozni, amelyek az adakozásnak vannak szentelve, és mégis a szabad akaratot nyilvánítják meg. És és mégis felemelik az egész emberiséget velünk együtt. Tehát eh, válaszol, amit eh, sokat magyaráz a cikkeiben a szabad akaratról, mert mi is ez a szabad akarat? Ez nyilván a környezetvelő való integrálásban nyilvánul meg, a, a csoportban, hogy képes vagyunk egy helyes környezetet felépíteni, és elmagyarázza a számunkra, hogy, eh, hogy van egy környezet, hogy abban a környezet hogyan tudja gondozni az embert, az embernek a lelkét, és így tovább és ez a mi, ez a mi önmegvalósításunk, amely Adam Harrison-ról beszél, a korrekcióról, ez amiről szól, a korrekció önmagában, ez az, amit a korrekció alkalmazást jelenti. Ez a kapcsolatnak a bölcsessége, a kamara bölcsessége. Tehát erről sokat ír az ő nemzetcímű újságjában, válaszolom, ugye ebből fognak most olvasni, és valóban Remélte, hogy az emberek ez, al ez alapján elkezdik alkalmazni az elveit. Természetesen ez, ez egy hatalmas remény maradt csak, és óriási csalódásra vett a Tomásról, hogy nem hallgatták őt meg. Nem hallották őt meg. De, és ez egy hatalmas fájdalmat okozott neki. De mit tudunk tenni? Ez így volt. Ez neked érthető, amit mondtam, vagy mit szeretné még ezen túl a gyakokkal? Tehát, hogy, hogy, mi valóban össze tudjunk tapadni, válaszolom, amire csak tudunk, amikor az olvasunk a cikket, mire van szükségünk annak érdekében, hogy valóban igazán sovárony tudjunk arra, amit ő ír. Nézd, a kabalisták, ugye 70-100 évvel ezelőtt cikkeket írtak a számunkra, és aztán még újságként is kiadta ezt, ugye ez nyilván azt jelenti, hogy szerette volna, a tömegnek átadni, ez a tömegnek is címezte meg ezeket a cikkeket. És ezen a módon megpróbálta őket a, a, a kritikai módon a, kor, a korrekció felé nyomni. Tehát lehet, hogy én most másképp olvasom. Nyilván. Most már ti, Dudia Haroni, meg még hárman, négyen, egy sokkal izgalmasabb módon tudnátok ezt leírni. De ezt egy olyan ember írta, aki a spirituális magasságba emelkedett, még akkor is, hogyha nem értem, vagy nem látom, hogy miről írt, és mi ebben a különlegesen nem látom, mégis pontosan azért, mert ő a legmagasabb szintekről írta, lehet izgalmas a számunkra, még akkor is, hogyha megpróbálta, ezt olyan mértékben leereszkedni, hogy meg, megértsék őt, akkor is izgalmas lett a számunkra, hogy mi van ezekben a szintekben elrejtve. És ezért... Tehát nektek meg kell érteni, hogy ez hogyan működik. És nagyon ezt, mi számunkra ezt egyszerű módon elmagyarázni. Tehát mi... Olyan, mintha egy óvodába akarnánk elvinni ezeket a magyarázatokat, amiből nem sokat érteni meg a gyerekek, tehát mikor egy ember kezd a gyerekekkel dolgozni, akkor, akkor nyilván hiába tesztek be a gyerekek közé egy einstein a gyerekek nem lesznek ettől még a realitás elméletnek a tudórai. Tehát ugyanez működik a mi világunkban. Tehát mi nem... Mi nem adunk komoly oktatást azoknak, akik, akik az, 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 az alacsonyabb szintű csoportokat képezik a mi világunkban, mert az ő számukra elegendő, hogyha csak bizonyos dolgokat tudnak. A spiritualitásban lehetetlen lenne ez, mivel van a reformáló fény, és a reformáló fény az árad ezekből az, az írásokból, és aki, aki elér ez a reformáló fény, ezt elér, akit az nem, az nem. Tehát ki tudná elmagyarázni, mondja Rav, ez volt az első dolog. A második dolog pedig az, hogy ki tudná elmagyarázni nekik, a lényegét a, az, egység, az egységnek. Tehát vettek valakit, ugye az egyetemen például Oroszországban az egyetem tele volt olyan emberekkel, a, olyan Tehát, tehát 5-6 évig oktattak embereket egy nagyon komoly módon Oroszországban, hogy hogy kell emberekhez beszélni, hogy kell manipulálni őket, hogy ez a propagandista célokat szolgáltak, és aztán megkapták a diplomájukat, és kimentek mindenféle helyekre dolgozni, és minden egyes városban volt egy szervezet, ez államból megszervezve, akik ezzel a munkával foglalkoztak, és különböző helyeken, üzemekben és mindenféle helyen, munkahelyeken szervezték az embereket és befolyásolták az embereket. Ez egyfajta motivációs csoport volt. Ugye ez az agitációs propaganda célokat szolgáló diplomákat adtak ki az oroszok. Tehát mit akarok ezzel mondani? Hogy a fő probléma itt az, hogy nektek a reforma a fényen keresztül kell megragadni az embereket, és nektek el kell magyarázni azokat a csületeket, amivel keresztül a spiritualitás létezik, és nem csak az, hogy megragadtok embereket, úgy, ahogy Bászalmám leírta, és oda nyomjátok a kezükbe, és nem csak propaganda célokat szolgáló publicitást kell megragadnotok, hanem nektek az embereket fel is kell tudni emelni. De hogyha mi emberekről beszélünk, az azt jelenti, hogy nektek el kell kezdeni összegyűjteni ezeket az embereket, Nektek szükségetek van arra, ugyanúgy, ahogy Balaszolán felül leereszkedett a spitas gyökérnek megfelelően, megpróbálta megéríteni a, 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 fizikai ágazatokat, mert különben nem értenék meg, hogy miről beszéltek. Tehát... Tehát ez olyan, mint amikor a magot elültetitek a földbe, és aztán szüksége van a magnak, nem is lesi nevezném ezt, hanem mintha nem lenne meg a magnak az a fajta belső ereje, amiből növény lesz. Tehát arra, tehát hogy a növény, amiből a növény kiemelkedik, legalább teoretikusan benne kell, hogy legyen, különben nem fog növény megjelenni. Ugyanez igaz a tömegekre is. Ezért kell a felső gyökérhez kapcsolódni, tehát nem csak bármilyen embert elmartok, tehát még te is, Dudi és Eli, ugye ezekkel olvasatok Bácsú mert ő a, 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 gyökérhez kapcsolódik sokkal jobban, mint amilyen tudtok. Oké, nemzet. A mi irányultságunk, ez az újság, amit nemzetnek nevezünk, ez egy új újság, amely, amely az újságnak a, a belső minőségét hordozza magán. Nyilván feltetjük a kérdés, hogy mit jelent ez. Hogyan lehetséges az, hogy megszületik egy újsás, újság, újság amely... Mindenki hallja, amit olvasnak? Oké. Okay. Amely az minden részt együtt szolgál Izrael belül. És hogyan lehet az, hogy ez a nemzeten belül minden részt elérjen. És valóban itt, itt egyfajta egy teremtés történt, ami aztán óriási születési fájdalmakon keresztül, a gyűleten keresztül nemzetet alkotott, és e, nyilván megjelent az arc, e, az, ar, megjelent az emberiséggel szemtől szembe, és ezt nagyon sok testvér hozta létre, hogy megszülessen az egy nemzet. <tosz> Tehát, ugye akkor egy nagyon náci és, és antiszemita környezetben történt ez, és ezt e, rettenetes módon érezte ezt Báczolám és nyilvánvalóan ez azt is jelentette, hogy mi nem tudjuk önmagunkat kötelezni arra, hogy mindenki átadja magát annak a jelenségnek, amit a nemzethez való tartozás jelent, és ez a, és ez a történelmi kifejeződése valaminek, amit, amit a nemzet jelentett a számunkra, és alá kell vetni magunkat ennek, most azonban köszönhetően a, e, e, annak, hogy az ország különböző részei, azok a, leg, a nemzet legfelső szintjéhez felemelkedve képesek voltak minden szentimentális kegyelem nélkül lelkesen átadni magunkat, és egy, egy olyan fajta gyökértelen módon kapcsoltunk össze az emberi történelem során, amely erre irányított bennünket, és ez világosan kell látnunk, hogy, hogy egy csodálatos vonal végén történt az meg, ahol az egyének nemzetét tudtak összeállni, és az élet élethalál kérdés, hogy és a megmentésünk is attól függ, hogy mi képesek leszünk -e megszerezni azt a hatalmas uh, formát, ami az összes veszélyen túlemel túl emel majd bennünket, a, a, a egy olyan fajta skálán, ahol mindenkinek biztonságot ad, és mindenki testvérnek tekinti a másikat, és és, és és csak a testvéri szeretet lehet az egyetlen hely, ahol eh, megmenthetjük a lelkünket. És ez az életnek a gyökere, amely majd felnyílik a számunkra, és képesek leszünk valamilyen módon minden egység felett folytatni az életünket, és nem szabad elvesztenünk a lehetőséget, hogy hatalmas erőfeszítés igényével felemeljen bennünket minden veszélyen túlmenően, és hogy. és egy hatalmas gondoskodó erő vesz be, bennünket az ölébe, és az összes ereségünk fölé emel bennünket, akik le akarnak bennünket törölni a föld színéről, és világos kell lennünk bennünket, hogy óriási erőfeszítéseket kell tennünk ahhoz, hogy megalapozzuk az egységünket, amely szükséges ahhoz, hogy a nemzet minden része összekapcsolódjon kivétel nélkül. Hogyha mi nem ismerjük fel arra, hogy az egységünk lett az egyetlen megmentő erőnk, és az minden ellenünk ártó erő ellenében ezt tart bennünket össze, és ilyen módon tudunk csak előre haladni. És, és mindenek után minden egyes embernek részt kell ebben vennie, független a saját pozíciójától és tudatossági szintjétől. És nem tud semmilyen dolog történni, hogy az ember ne érje el, a, az emberek ne érjék el a nemzeti egységet, és ezban a veszélyes időben ez mindenkinek kerefeztést igényli. Hogy az ember alávesse magát eh, eh, annak, hogy semmi rossz ne történjen velünk, össze kell kapcsolódnunk és meg kell próbálnunk elképzelnünk, hogyha valamilyen nemzet kiny eh, ajtót mutat nekünk, ahogy ez napjánban olyan gyakran megtörténik, akkor semki nem fog a mi gondolni, hogy csak a bajok és azért történnek, hogy mi valóban egyetlen tésztáváljunk össze, és képesek legyünk független az országoktól érezni azt a veszélyt, hogy mennyire valós a veszély, amelyben, amely csak azért történik, hogy megfelelő módon minden egység fölött egyesülni tudjunk. És ezeken a történéseken keresztül egy kicsin csoport találkozik emberek, akik képesek a hátukat egymásnak vetni, és a fizikai világban megvalósítani azt, hogy ezt a újságot is meg tudják jelentetni a világban, mint hűséges szolgák, akik képesek azt az érzékelésre az egész nem tudtát szolgálni, hogy hogy ezt most nem értettem, tehát ez a kontraszt, hogy a, kics, hogy a keskeny elmélyű emberek is képesek legyenek megérteni, hogy hogy képesek legyenek összekapcsolódni és felfogni azt, ami felfogott a számukra, és hogy mindannyian képesek legyenek egyesülni egyetlen hatalmas, biztos testben, amely gyakorlatilag képes önmagát megvédeni ezekben a kritikus időkben. És bár ezek a veszélyek mindenket fenyegetnek, ahogy az ismert a számunkra, csak talán még nem elégséges ez a fenyegetés, hogy a teljes nagyközönség megértesse azt, mert ha ők éreznék ezt, akkor valóban éreznék, hogy ez mind azért történik, hogy az elválasztás megszűnjön, és abban a mértékben, amilyen mértékben az emberek képesek a, a, az egység absztrakció fölémelkedni, és az mindez csak azért lehetséges, mert az érzékelésük az még nincs meg. Túl, nincs meg elegendő embernek, hogy képesek legyenek összekapcsolódni, és ez az egész újságot azért hoztuk létre, hogy meglássák a bajok fölött a lehetőséget, összekapcsolódjanak, és hogy minden egyes szétválasztása a tömegeknek nem szabad többé csönd, csendben elfogadni ezt, mert nyilván az, az ellenségeink egyesültek ellenünkben, és nekünk ezért egyesülnünk kell önmagunkon belül. Sőt, mi nekünk bizonyos módon el kell érnünk, hogy Izrael nem szabad, hogy egyedül legyen, és azok, akik a szíveket kutatják, azok fel, azok, egy, sikeres sikolyt kell, hogy alkalmazanak a teremtő irányába, ahol megtapasztalhatjuk azt, hogy pontosan azok az emberek, akik képesek a tanulás nélkül ülni a sarkon, és pontosan azért írtuk meg, azért hoztuk létre ezt az újságot, hogy elérjünk vele mindenkit, és mindenkinek egy lehetőséget adjon arra, hogy megértse, hogy hogyan kell egyesülnünk a nemzeten belül. És mindezek felett azt a újságot azért is létrehoztuk és adtuk ki, hogy az utolsó évezred, tehát az utolsó a, a végét elérjük, és hogy gyakorlatilag a nemzetünk lerombolása óta történt, történelmet megértesítsük, és hogy gyakorlatilag a nemzet számizetésben volt, és ezért a tiszta zsidó nemzetség felismerje, hogy mi a feladata ebben az időben, és ez elvisz bennünket ahhoz a hatalmas előnyhöz, hogy képesek legyünk megtalálni az utat, ahol össze tudunk kapcsolódni, és az egységre törekedni, amely gyakorlatilag a dicsőséges ideje annak, hogy megváltsuk magunkat, azáltal, hogy a pincéből felhozzuk magunkat a napfényre. Kérdések? Amikor mi ezeket a dolgokat olvasjuk Bála akkor azt érezzük, hogy mi valóban mindegyiket össze lehet rakni, még abban a szemben lehet állítani, ami ma történik. Hát ugyanabban az időben vagyunk, hát az az idő folytatója, amire Bála Szulám Nem változott semmi magyarabb. Oké, tehát akkor minden szót használnánk ma is, minden szó igaz mára is, a mai, is... sőt, még ma rosszabb, mint Bászlám idejében. Tehát ő azt... és akkor a kérdése az, hogy hogyan... Hogy ne veszítsük el! Ma is a lehetőséget, hogy egyetlen emberi összekovácsoljuk a nemzetet. Tehát mi az a hatalmas erőfeszítés, amit meg kell tennünk? Tehát mi az, ami hiányzik annak érdekében, hogy mi érezzük ennek a fontosságát, ennek a sürgetését belül? Ez a hatalmas tüzet, amit Bászalom is érzett. Um, azt a fajta hatalmas belső um, módot, ahogy ő megélte azt, hogy az embereket rábírja arra, hogy erre felé fordítsák az arcukat. Rav. Hát a, a, a szükség, tehát csak a vágy tudja eldönteni. Ez az egyetlen dolog, amire szükségünk van. Még vágyni kell arra, hogy ezt meg tudjuk tenni. A vágy mozgatja a cselekedeteket. Tehát ez az, amivel a reformáló fény mi föl tudjuk emelni, és ha egyesülünk megfelelő módon, nyilvánvalóan így tudunk keresztül törni, így tudunk kilépni, így tudunk áttörni a falon, ezt így tudjuk elérni, amit el kell érnünk, és az egyetlen dolog, amire szükségünk van, az, hogy a vágyainkat egyesítsük, kristálytisztán tisztán képesek legyünk a belső spiritás állapotunkat kiemelni a kapcsolat irányába. Abban a pillanatban, amikor mi összekapcsolódunk, akkor a cselekedet, a művelet, az ö, megvalósul. Tehát nekünk nincs szükségünk többre, magyarabb. Azaz, nekünk a cselekedetek által, a kapcsolat cselekedetek által tudjuk a fényt bevonzani a világra, és ez a fény fog elrendezni minden. Az európaiak, az arabok, az oroszok, bárki, bárhol, az kizárólag az én képességeim, az én kezemben vannak, hogy tehát mi vagyunk azok, mi vagyunk a legokosabb fegyverek, akik képesek ezt megváltoztatni, hogyan? Az egység által. Tehát, hogy milyen módon és hogyan kell ezt működtetni, nekem azt nem kell tudni, hogy hogyan működik ez, nekem csak magamra kell mondani az egységet, kész. És a kapcsolat által létre fogjuk hozni ezt a változást. Hogyan leszünk mi képesek ezt a, ezt a cselekedetet e, ábrázolni a saját számunkra, és minden ember, aki itt ül ebben a teremben, vagy kozánk tartozik magyarabb, a mi csoportunkhoz, hogyan fogja mindenki érezni, hogy ez az ő képességétől függ, hogy hogyan tudja ezt a, e, hogy ő hogyan tud a legfontosabb fegyveré válni a világban ennek a váltásnak az eléréséhez, ez az egységünktől függ. Hogyha mi nem működtetjük ezt a fajta egységet, akkor nyilván a másik oldal fog automatikusan megnőni, amely gyakorlatilag borzasztó csapásokat fog mérni a világra. Ez ez az, aminek szükségünk van, hogy megértsük. Meg kell, hogy értsük a saját munkánkkal kapcsolatban. És ezt kell átadni, ezt az üzenetet kell átadni mindenkinek. Igen, Amnon? Oké, ez a, ez a cikk a 40-es években lett megírva. Tehát a 940-es években, ezekben az időkben a zsidók nagyon féltek, nagyon szétszórtak voltak, nem is volt még itt mindenki Izraelben, és beálaszulam, ezt nyilván ezeket a proféciákat, nyilván, amit megírtak, ö, ö, ezek nagyon igazak, de azért voltak különbségek. Az egyik az, hogy nem volt itt Izraelben az az erős nemzet fizikailag és intellektuálisan, aki ma itt van, tehát Izrael nem létezett és az a hatalmas forrás, amit összegyűlik, az nem állt a rendelkezésére. Tehát azok, akik, akik most itt uh, körül van, vannak, azok teljesen más körülmények voltak ott uh, az ő idejben. Tehát én azt gondolom, hogy ma, mondja Amnon, a kabala bölcsésének a témája az nem azokban az időben nem is nagyon volt megemlítve, hanem egyszerűen csak uh, még ez a... Ami azt mondjuk, hogy van két nő jó diákunk itt most, aki már ráéblett erre, hogy meg kell próbálni tanítani a terjesztésen keresztül az emberiséget, nyilvánvalóan ez egy másfajta helyzet, tehát... De a helyzet sok mindenben más sajnos, mint annak idején volt, és ezért nyilvánvalóan a 940-es évek után egy borzasztó idő következett, a holokausztal, uh, Rav. Tehát nekünk egy nagyon keskeny lehetőségünk van, egy nagyon szűk lehetőségünk, hogy merre mozduljunk el, és nyilvánvalóan egy csodátban kell reménykednünk, ez egy csoda lesz, ha megtörténik, aminek meg kell történnie. Tehát mindenki körülöttünk, az gyűlöl bennünket, már Izraelt, és, és ez valóban egy lángoló gyűlölet. De itt belül is az van ám. Az arab nemzetek itt belül, de még a, és az arab népesség is, de még a zsidó népesség is egymás ellenében van mindenki. Tehát borzasztó helyzetben van ez az ország, mondja. A gyűlölet tekintetében. Bennünket a gyűlölet tart össze. Nem is akarok most a, a, vallások, a vallásosokról beszélni. De ez egy természetes állapotban belétezünk, sőt, szinte természet feletti esemény ez, amiben létezünk. Mert több tízezer rakéta van, ami Izrael irányul. Nem ezer, meg kétezer, több tízezer rakéta irányul felénk. Mit jelent ez? De, és, és mindenki párhuzamosan szeretné megnyomni a gombot. Oké, de akkor a mi erőfeszítéseinknek arra kell, ugyanez a válaszra irányul, ugye? Tehát nekünk is van több ezer rakétánk, vagy másfele. Igen, hát ez így működik. Van ez a, ez a rakétaernyő, meg ez, meg az. az. Ugye rakéták a rakéta kellene, igen, ez igaz. De a csoda, a felső erő, ez az, amire szükség van. Ez, ami egyáltalán fenntart bennünket. Már, már rég nem kéne léteznünk. Tehát, tehát, és ez olyan, mintha mi tennénk ezt meg. Tehát, ezért. Annak érdekében hogy tegyünk valamit. Tehát, én nem akarok azok ellen mondani semmit, akik a határonkon kívül vannak. Sem az ellensége ellen, sem a belső emberek ellen, akik izraelitsége ellen vannak. Mert ők nem tudják, hogy mit kell tenniük, és miért viselkednek így. Nyilván a törötedének megfelelően nem viselkednek másképp. De bizony mondhatok valamit azokért, a -akik, akik már itt vannak a mi csoportunkban, és akiknek érezniük kell, hogy mennyire fontos az a dolog, amit meg kell tennünk, és hogy együtt kell lennünk, össze kell kapcsolódnunk, és tenni kell valamit. Ti hibásak vagytok, benneteket hibáztatatlak. És. E ti mondhatom azt, hogy ti a nemzet ellenében vagytok, mert nem vagytok képesek egyesülni. Tehát a helyzet az sokkal rosszabb, mint bármikor előtte volt, mert mondhatjátok, hogy nektek van védelmi erőnk, van egy országunk, de, de mi a felső erővel állunk szemben és akkor itt nincs olyan védelmi erő, melyik a felső erővel szemben tudna bármilyen ellensúlyt tartani. Tehát egy olyan állapotban vagyunk, magyarabb, amikor, kedves barátaim, ti, ti vagytok azok, akik, akik, a boltban vagytok, a, ti vagytok a boltosok, ki kell a, 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 boltot, és, és fizetés nélkül el kell osztogatni a boltból mindent. És, és nektek kell megjelenjen, bennetek kell megjelenjen az a fajta igény, hogy a, hogy a jövőt megmentsétek. És ez a jövőnek a számlájára kell elkezdenek árosítani. Tehát mi vagyunk, mondják, tehát ezek a feltétrakat vagyunk mi, ezeket a feltétrakat kell nekünk dolgozni. Mit jelent az, hogy Isten mentsen, ki, kitör egy olyan háború, mint a második háború volt? Mit jelent ez? ez azt jelenti, hogy, egy, hogy hogy, összeadódik egy olyan fajta probléma halmaz, ami már nem lehet másképp megoldani. De nyilvánvalóan, ha erőfeszítéseket tesztek, és megpróbáljátok ezt elhárítani, akkor nem történik ilyen a dolog. Tehát egyik a másik ellenében van. Az erőfeszítések egyensúlyt tartani. Ezek a természet törvényének megfelelően történnek, mondjam. Nincs ezzel mit tenni. És ezért, nekünk még reálisabbnak kell lennünk, még valóságosabban kell ezt átélnünk. És és a helyes módon kell összegeznünk az, az, ami történik. Kérdezzetek, aztán folytatjuk. Én azt szeretném kérdezni, tehát a nemzeti aspektusból nézve ezt, amiben Raf írt, a nemzeti szellemiség, az, a, aztán a nemzetújság, az a nemzeti egység, de mi a nemzeti? Mit jelent az, hogy nemzeti, a mi összefüggés rendszerünkben? A nemzeti... A nacionalizmus, <coughs> Ugye erről beszélnek bárhá -e még tehát, a, tehát az izraeli nemzeti nacionalizmus. Ugye az izraeli nemzeti hang, amit ennek tulajdonítunk. Tehát ez egy kiváltozott nemzet vagyunk, akik nagy nagyon különleges célral és szereppel jöttek létre. Tehát nem úgy, mint az összes többi nemzet. És... És egyszerűen nekünk meg kell tennünk azt, amit, amire kiválasztottak bennünket, amire létrejöttünk. Ez nem csak egy egyszerű nemzeti nacionalizmus. Tehát neked nekünk érezni kell, hogy aki a része a nemzetnek, hogy milyen célból jött ez mind létre. És az egyetlen nemzet, amely megszületett igazából, az, bocsánat, az izraeli nemzet, amely megszületett, az egyetlen más nemzetre sem hasonlít, tehát nem az, hogy egy helyen élnek, egy nyelvel, egy történelemmel, együtt felnőttek, egymás között házasodtak, és különböző viszonyokat teremtettek egymás között, hanem ez a nemzet, amit Izrael nemzetének nevezünk, ez egy ideológiának megfelelően született meg, amely megelőzte az összes nemzetnek a születését, a saját magának a születését is. Ez egy isteni tervnek megfelelően történt. Miért tettük mindezt? Miért történt mindez? Hogy kaptaltunk mindehez? Mert az ember, az ember, a, a nemzet önmagát formálta meg az emberek kapcsolatán keresztül. És hogy milyen fajta cselekedeteket igényelt ez, nyilván minden cselekedet spirituális volt, ami ezt a nemzetet megformálta. Tehát. Itt nem arra szólt, hogy egy helyen éltünk együtt, dolgozhatunk az országért, építettünk valami nagyot, erősebbek lehetünk, megvédhetünk magunkat. Nem erről szólt mi történelmünk. Nem így történt, mondja Hanem kizárólag minden annak érdekében történt, hogy, hogy azt a belső felfogásunkat, megértésünket ki tudjuk terjeszteni a spirituális cél irányába. És ez az a cél, ami összetartott bennünket, amiben, amin belül megjelent a... a kapcsolat. Mit jelent az, hogy nemzetté váltunk? Nyilván mi egy ideológiai nemzetne vagyunk, és semmi másunk nem volt sosem, mint ez az ideológiai háttér. És ma nagyon sok dolog, ami történik, az mind ideológiai dolog, ami történik velünk. Mert végezetül nyilván ez egy belső vonzás ahhoz az állapothoz, az, amit el kell érnünk. Vonzalom. És nyilván meg lehet szokni, hogy más el is él az ember. De nyilvánvalóan, hogy ez úgy működik, hogy én megszoktam majd a gyerekem, is megszoknak, elmenek Ausztráliába, akkor ők már férjem, meddig Ausztráliába tekintem magukat ott veszek valami fajta hatalmas farmot, rencset, és akkor azon mindenféle dolgot végrehajtok. Nyilván ez messze van Izraeltől, messze van az antiszemitizmustól, Európától, és valamit meg fogok magamnak kiügyeskedni. Nyilván ez egy ideológiai belső módon történik meg minden, csak még nem ébredtünk erre rá. És ez mégis fenntart bennünket, megtart bennünket. Oké, okay, tehát ideológiailag mondva, a legtöbb e, izraeli között, e, ugye itt van e, 7 millió ember, ugye, és akkor vannak a barátaink Torontóban, Moszkvában. Nincs meg az a kapcsolata a 7 millió ember között, ami nekünk megvan a barátaink között. Tehát még egyszer, akkor mi ez a nemzeti kapcsolat? E, nyilván van a spirituális és a fizikai Izrael a spirituális Izrael, az akik mind, akik a Jásár kellhez tartoznak, akik Istenre vágynak, az a világon lévő összes barátunk. Tehát mi vagyunk a spirituális nemzet. Ez, ezen túl menően van egy fizikai kérdés, és nekünk őket is magunkkal kell vonni, azért, mert nekik megvan a resimójuk. Oké, de honnan származhat ez a resimó? feltétlenül a kérdést. Az apától, az anyától, én nem tudom, hogy hogy, ezt, hogy mondjam, tehát honnan lehetett ezt megörökölni. ezt a resimót. Tehát, Tehát röviden mondja rá. Bárki, aki nemzetileg, nemzetiségileg tartozik Izraelhez, az hozzánk tartozik. Tehát korrigálnia kell magát, szintén ugyanúgy, mint bármelyikünknek. Tehát ez, ez egyrészt a, a környezet által, másrészt pedig belsőleg. Oké, de milyen alapon tudjuk Izrael gyermek, Izrael egyesíteni? Tehát mi alapján fogjuk ezt tenni? A félem alapján? Hát az, hogy hogy tudod átadni ezt az üzenetet nekik, és hogyan tudod a spirituális megvalósulás felé vinni őket az ősz saját szintjükön azért, hogy elkezdjenek összekapcsolódni, nagyon... és én nem is tudom, hogy... Tehát van mondjuk egy... Egy hölgy Izraelben, aki viszonylag távol él mondjuk tőlünk, az is hogyan érteti meg azt, hogy hirtelen megérti, hogy mit jelent a spiritualitás. Tehát, tehát az emberek meg kell érteni, hogy egy rejtett rész van minden izraeliben, és ez a rejtett része, ez aktiválható. Orosz kérdés. Tehát nem. Tehát csak a remény, onnan olvasnak tovább. Azt hiszem, hogy egy kérdést tesznek fel rosszul. Tehát az egyetlen remény az, hogy el tudjuk rendezni magunkat egy nemzeti oktatás mentén, ami visszavesz bennünket a valódi nemzeti szeretethez, és nyilván ez megerősíti a nemzet izmait, amelyek 2000 éve elvesztek, és mindenféle lehetséges módon megerősíti ezt, és mindannyian érezni fogjuk azt a nemzeti alapot, amivel tudjuk folytatni, mint nemzet a létezésünket, és képesek leszünk a világ összes nemzetét átemelni mindenek felett, és ez az elsődleges feltétele minden cselekedetnek, mondja rá. Ez, ez, igaz. Tehát először az ideológia, utána az összes többi dolog. Tehát ez ugyanúgy, mint Ábrám idejében, meg a Nemzet Alapítása, az idején volt, ugyanezt kell megtenni nekünk is. Oké, tehát itt egy, itt egy nagyon fontos vizsgálatot kell megtennünk, hogy mi különböző módon beöltözhetjük a kabalát, és mi nem mondjuk azt az embereknek, hogy itt van a ideje a kabala a tanulásának, és ez a megoldása mindennek, hanem, mert ez, ez nehéz a számunkra, ez elgyengítene minket, tehát tegyük össze ezeket a dolgokat, és nevezzük integrált oktatásnak, és stb. Mondd már meg nekem, tehát mondd, nekem, mondd már meg nekem, hogy hányszor, hogy az árvú címben és a Matan torrában hányszor szó, hallottad ezt a szót, egy kabala. Lehet, hogy nincs is benne egyáltalán. De én nem hiszem még azt sem, hogy akár egyszer is. Miért? Miért van az, hogy ez a, ez a, ez, a, ez a, ezt a bűvös szót nem mondták ki? Azért, mert a kabala miről szól? A kapcsolati erőről. Ez interaktutás erről szól? Igen. Ez a kabala bölcsességnek is nevet vagy judaizmusnak, tök mindegy, egységnek, szeres fel a barátod, mint önmagad, nevezd, aminek akarod. Mi ebben annyira különleges? Tehát, hogy elkezdő a tanulás felé nyomni. Tehát neked el kell mondanod, hogy a valódi egységet bárki elérheti, tehát ö, olyan, mintha elnyerné az ötös lottót. Itt ez mindenki lehet ötös lottó nyertes, mondja Nincsen olyan fajta dolog, hogy mi nem tudjuk elérni, ö, hogy az egységen keresztül. Tehát van a körülelő fény, ez mindenen keresztül működik, megváltoztatja a vágyakat, és akkor elkezdjük érezni az egységet, a megerősítést. Tehát neked nem kell beszélni, a körülő fényről sem, mert az misztikunak látszik. Tehát én értem a problémát. Tehát hogy lehet azt, hogy mindenkit rábírna, hogy a kavalla bölcsességhez eljöjjön, vagy hogy mindenki Kavala bölcsességet tanuljon. Az emberek nem akarnak tanulni semmit, nem a Kavala bölcsességét. Tehát... Tehát az emberek... Tehát az emberek szeretnek szép dolgokat látni, és jókot tenni, ennyi. Oké, de akkor még élesebbé teszem a kérdést. Akkor nem a kavalla a kabala szab, használni, vagy a kabala nevét, hanem, hanem az Izrael nemzetének a gyökereire utalni, amire a kabalisták is annyit beszéltek, tehát amely, a kabalista tanítók, akik az egész világot ebbe az irányba akarták vezetni. Akkor tegyük az asztalra nyíltan, ne, ne próbáljuk meg elbú elbújtatni ezt a dolgot. Hanem Miért, miért bújtatjuk ezt annyira? Én nem gondolom, hogy ez egyvel egyszerűbb lenne. Hát mondd már meg nekem, te mint egy hétköznapi ember, a kabalat termőlegem, mit akarsz tőlem? Én egy hétköznapi ember vagyok, mondd el nekem. Tehát nekünk egyesülni kell, és ezt elmondom, oké. Okay. Nekünk mindenben be kell menni a zonda acilutba. Hogyha mi a zonda acilutba integrálódunk, akkor felfedezzük a szába veimát. És aztán az Alicampint. És utána az enszó fénye elkezd ragyogni lefele. És az felosztató lesz majd Haszadimra és Hokmára. És az Abaveima egy zivugra lép. És ha megadja a Hokmának a különleges fényét, amit beöltöztet a Haszadimba, ó, és akkor meg fogjuk látni, hogy mi történik. És akkor azt mondja az emberek, ó, hát ez remek. és honnan vettem, és akkor mit fog nekem hozni a hűtőmbe, meg a bankszámlámra, amit itt nekem magyarázol, mit jelent az én életemben, nem értek egy büdös szót bele. Én nem ezt mondanám. Én azt mondom, hogy szeressük egymást, egyesüljetek, csináljátok meg minden feladat az intézkedésben De hát még a lélekről is, ha beszélsz, amikor az embereknek a lélekről beszélsz, mondja Rav, ez vannak ortodox emberek, akik meg... Ugye minden második mondatban az ortodoxok például beszélnek a lényekről. A, a, a zsidó lélekről, ami Rav Kuk is beszél, de egy büdös szót sem mondott, ő se a Tehát ez az, az embert egy olyan pozícióba hozza, amit egy csomó ember még fél is. Oké, tehát az egység az azt mondja, hogy korrigálja a lelkünket, fölébrezete a fényt. Oké, de ezt mondhatod, miért ne? Én csak azt akarom mondani, hogy nem fókuszáltok megfelelően arra, hogy nagyon egyszerű cikkeket hozzatok létre, a magyarázatokkal, amelyek elfogadhatóak lesznek a tömegek számára mert akkor ha használhatnátok őket, Nyilván az összes ünnepekkor kiadhatnánk, amik közelnek hozzánk az interneten, de akár egy, akire egy újságot is kiadhatnánk, biztos lenne ember, aki olvas ezt, hogyha megfelelő nyelvezettel írnánk meg. nem említjük a kabalát. Igen. De kinek a nevében? Ki írná ezeket a cikkeket? Honnan származnak a cikkek? Mit mondanánk? Hogy ezen a módon beszélsz, kabala nélkül, akkor Gilad Shadmon írta. Hát ki az a Gilad Shadmon? Az, ez egyik ember, aki, aki agódik a jöv Izrael jövőjéért. És akkor azt mondják, hogy ő az, aki együtt tanul dr. Lavlajtmannal, nevetés a teremben. De hát akkor azt nem mondja, akkor ne legyen. Mert a kabala lehet, hogy az embereket elutasítva tavatálni. De akkor én nem kabaláról beszélnék, hanem másról. Oké, de hát akkor én nem vagyok ebben szakértő, hogy rab. Tehát nektek ki kell menni, és, és az embereket egy bizonyos érthető módon, amivel vételen vétele lesznek, egy, 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 olyan módon, amikor vevők lesznek a dolgotokra, módon kell fogom az a mondanom Hát de miért akarnánk egy vakember elé akadályt tenni? a kabalát meghallják, akkor azonnal azt hogy nem akarunk semmit. Ők félnek, nem akarják, nem akarnak előbb büdös szót se hallani. Tehát uh, nyilvánvalóan itt uh, a fényről beszélünk. Hát gondoltok át, hogy te hány változáson mentek, mentetek keresztül a mai napig, amíg valamennyit elkezdtek abban megérteni, ami történt. De képzeljétek hogy -e, ugyanez az emberekre még jobban igaz? Én értem őket, meg, meg, téged is értelek. Nem, ezt így nem tudjuk megtenni, magyarabb. Tehát, hát nézze meg a haszidizmus, hogy használta ezeket a terminológiákat, ezeket a fogalmakat. Annak érdekében, hogy az embereknek mondjon valamit ezekre a dolgokról. Tehát ők azt mondták, hogy, hogy legyünk együtt, nyissuk fel a szívünket, tegyünk együtt mindenféle cselekedeteket, együtt, együtt, együtt. Ez haszidizmus. nekünk. Nekünk kedvesnek kellene az emberekkel. Nekünk nem a kabalába kell őket letámadni. Az én részemről én nem bánom, de amit nekik mondtok, nem szabad kárt okozni Tehát személy szerint, spirituálisan különösebben nem törődök azzal, hogy, hogy a kabát terjesztek el, és. Tehát. Ezt most nem értettem, sajnos. Tehát nekünk hatalmas erőfeszítéseket kell tennünk, és erőforrásokat kell szereznünk, hogy ezt a sok szemetet, ami történt a kabalával, kabalával kapcsolatosan, azt semlegesítjük. Oké, de a haszedmus vegyük példának, a haszedmus nem beszél az embereknek, hogy tanuljanak kabalát. De ők azt mondják, hogy azáltal, hogy ezt csinálod, korrigáld a lelkedet, a, a, világokról egy kicsit beszélnek azért erről, mondja Oké, de akkor de hát ők, mindenki tudja őket, hogy a hogy most a kabalisták vezették. Ez amit mi nem teszünk meg ma, mi nem megyünk oda, és nem mondjuk, hogy... az interaktatásban nem mondjuk, hogy bennünket kabalisták vezetnek. Tehát tudja mindenki, hogy ott hátul valahol, én mindenféle Tehát mi nem megyünk az emberekhez, és nem mondjuk meg, hogy ez valójában igazi kabala. Nem tudom, hogy arra. Hogyha ti azt gondoljátok, hogy értékes lehet, a terjesztés érdekében, hogy a Kabala bölcsességét ö, elmondjátok, az oké, okay. vagy pedig egy teljesen más útra viszitek ezt az egészet. Tehát nyilván a Kabala bölcsességének az eredetéről nem beszéltek az árvú cikkről, a Matantóráról, és ezeket a cikkeket mindig az Kabala mutatjátok fel a nemzet egysége érdekében, és az egyetlen dolog, amit meg kell tennünk, és ezáltal mi elérhetjük a végső korrekciót hogyha ezt ki akarjátok nyitni egy ilyenfajta mértékben, próbáljátok meg. Ezáltal azonban higgyétek el, hogy ti egy hatalmas tüzet rántotok magatokra, az ortodox részéről a nemzetnek, mert ők azt mondják, hogy valóban azt mondják, hogy ez kell elérni a korrekcióhoz, de, de gyakorlatilag ezen túl menően szinte semmi nem ér semmit, de, de ez a nemzet, mondja, hogy Az ember olyan módon van felépülve, hogyha, hogyha rosszat érez, akkor elmegy a zsinagógába, kicsit imádkozik, énekel egy himnuszt, és kicsit adakozik. Az ember gyenge, és ha valami rossz irányba megy, akkor mindegy, egy csecsemő megy az Istenhez, és megpróbál segítséget kérni. Ez egyfajta fetisizmus. csak kinyögték a forítók is, volt egy fasizmustok ez a minden most, nem tudták kimondani. Tehát ez nem lehetnek erre van szükségük, mindenkinek magyarabb. Általánosságban. Tehát az idők, a veszélyes időkben az ember igazából csak részt akar vállalni valamiben, amely Amihez oda lehet tapadni, ami valami nagy, és ami megmenti őt. Tehát nekünk figyelembe kell vennünk, miért kimentek az emberekhez. Lehet, lehet valakinek vastag a zsebe, láthat nagy embernek, vagy láthat kicsinek is, de mégis valahol a dolgok mélyen ezrejtőzik, amit én mondtam. Tehát ilyen szempontból, ne, tehát nyilvánvalóan az emberek tudnak adakozni az épületre, meg egy csomó dologra, nyilván az embereket bele lehet ebbe vonni, a kabalának való egyetműködésből is, de a, ugye az, hogy engem egy ilyen nagy egy vastag, mert hogyha rosszul csinálják, akkor engem egy nagy rabina fognak látni, aki csak pénzt gyűjt. És nem azt fogják nézni, hogy mit tettünk az emberekért, hanem azt fogják mondani, hogy mindent a hasszidik szokások szerint értem tettetek. Hiszen az emberek a haszidizmusban, ugye az eredeti hasszidizmus arra volt, hogy felébreszték a nemzetet, és hogy adakozóvá váljanak, és a rabi állandóan imádkozott értük, és minden rendben legyen. Ugye így indult ez az, az egész haszidik, haszidizmus. De nézzetek meg, hogy ma mennyire fontos ez. Ugye, és nézzetek meg például, hogy a keresztények a saját pápájukból. Hát ez, ez, ezért lett a, 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 a na már nem tudok beszélni. A vallás. És, és még hogyha mi azt is tanuljuk, hogy, hogy mindent el kell engedni, és imád kell tennünk, ez az egyetlen dolog, ami rajtunk múlik, ez azt jelenti, hogy viszont meg kell jelenjen, amit igazán kérnünk kell, és amire igazán fokuszálunk kell, az a kapcsolat. Tehát, tehát nekünk nem szabad kiforgatnunk a különböző uh, szokásokat. Tehát nekünk különböző dolgokkal kell együttműködni, tárgyakkal. Én most nem akarok ebbe a vizsgálatokba belemenni mélyen, de ugye a probléma az, hogy még ezeket fel sem ismertük, hogy igazából ez milyen veszélyeket hoz. Tehát még egyszer engem kérdeztek. Én, én Bálaszulámnak, Rabasnak a megközelítését alkalmaznám. Ez az, amit mi tanultunk, így mennék ki legszösebben. Azonban ez csak egy olyan fajta módon lehet kimenni, amikor a kapcsolatnak a módját másképp fogalmadjátok meg, és ezért neveztük ezt interoktatásnak. Mert ez neutralizálja azt a fajta problémát, ami a kabala használtából eredne. Folytatni szeretnéd még? Folytasd. Ez a ponthoz, amit ön most mond. Mi azt láthatjuk, hogy gyakorlatban a kabala, a, a kapcsolati bölcsesség, az megoldana minden problémát az életbe. Akkor mi hiányzik? Hát megkérdezik, hogy kik vagytok ti, honnan jöttök, hogy ugye nagyon sokan beszélnek a kapcsolatról, vagy pedig a kapcsolat bölcsességéről, ugye ez ismert, tehát akkor... Vagy pedig a kabaristáktól származtok, akik a világot... Tehát nekünk egy olyan szervezettől jöttünk, akik gyakorlatilag a kapcsolati bölcsességet jön, akkor mi az, amit itt el kell rejteni? Mi a titok ebben, mondjarak? Ha ti eldöntitek, hogy akkor, nem, nem így akarjátok, akkor ne kérdezzetek meg, nem csináltuk úgy, ahogy akarjátok, magyarok. Én Én a terjesztésért vagyok, hogy felépítsük. Tehát én bármilyen áron fel akarom, hogy miért ezt a nemzete. A kapcsolatra akarom rá ezt a nemzete. Nekem mindegy, hogy hogyan, magyarok. Hogyha ez hasznos lehet, akkor menjetek ki és csináljátok úgy, ahogy akarjátok. De ha nem, akkor ne csináljátok. Nekem, nekem nincsenek jelekre szüksége, hogy nekem volt igazam. Mindannyian ti együtt, meg egy vizsgáljátok ezt, és döntsetek! Hanok fog kérdezni, ugye az ügyvéd, gyerek? Tehát az, az újság, a nemzet című újság, az ugye valóban megfekszel egy gyomromat. Ez azt jelenti, hogy én megpróbálok megérteni, bármilyen szóval, amiről írt, és, és minden nap érzem, hogy engem valamerre irányít. És nyilvánvalóan én csak azt látom, hogy a szomszédom az, hogyan éli meg a, a világát. Tehát, ha én ki akarok menni a tömegekhez, akkor mindig azt érzem, tehát nekünk érezni kell a tömeget, azt tanuljuk, hogy mire vágynak, mit akarnak csinálni. Biztos, mondja tehát, és akkor érzem, hogy van egy pont, ahol mi, mi azt érezzük, hogy ki akarunk menni a kabalával, terjeszteni akarjuk, és mindent, amit mi megértettünk, kényelmesebb lenne kitenni de mégis azt gondolom, hogy ez kényelmesebb lenne valóban a belső igazságot átadni mindenkinek. De nyilván ennek a kifejezése, aki velünk szemben áll, az nem tudja elnyelni azt, amiről beszélünk a kabalán belül. Tehát, nekem azt kell neki mondani, ami neki van számba. Tehát nek, ő kell, hogy legyen a központban. Tehát még ha ki is kiabáljuk a kabalát, mondja a srác, akkor is hiányzni fog azt, hogy egy csomó hely, hogy megértsék. Tehát nekünk azokat az embereket kell elérni, akik megbíznak bennünk. Tehát nem, nem csak a nagy tömegű anyagot kell kibocsájtanunk, Megmutat egy kicsi embernek, aki velem szemben áll, hogy azt, ami nekem fontos. Mert ez nem fog dolgozni, mert őt nem érdekli igazán az, hogy mi az, amit a te füleid meghalnak. Nyilván a, a kabala bölcsességek, ők le vannak zárva. Én azt gondolom, hogy nekünk nagy figyelmet kell erre folytatni. Nem az üzenetekkel fizetnünk, hanem az emberek közötti kapcsolatra. Az a személyes kapcsolatra, amin keresztül eltűkén az embereket. Amin keresztül kikommunikáljuk az üzenetet. Rav. Tehát te azt mondod, hogy ugyanazon azonontól menjünk, mint ami megyünk, csak közepkedik az emberek. Nem. Mi, amit eldöntünk, azt tegyük meg. Bármit, amit eldöntünk, akkor az mindenek előtt azon alapuljon, hogy mi a jó az embereknek, arra kell figyelni, és az én képességemet pedig arra kell szentelni, hogy bármilyen üzenetet át tudjak adni, de ez, de ez az kell, hogy az a fajta bizalom legyen meg az emberekben, hogy elfogadják ezt tőlünk. Tehát, tehát nem egy ilyen üzenetboxot átlövök oda hozzá, és kezdjen vele valamit. Tehát nekik empátiát kell éreznem, érzelmi intelligenciát, hogy ha mondunk nekik valamit, azt ö, ö, átadjuk. Oké, okay, hallottuk, amit mondasz, rá. Nem tudom, mi tudunk ebből még majd megfogadni, de értem, amit mondtál. Van itt valami, ami egyfelől azt mondja, az ember, hogy tud kimenni terjeszteni, tehát az emberek éreznie kell, hogy... Másodszor az embereket meg nem érdekel, a mondja a hogyha mi biztosak vagyunk a kabala tanulásában, és bízunk is benne egyfelől, másfelől pedig meg kell találnunk azt egy pontot, hogy, hogy a mi számunkra lényeges a kabala tanulás, azon mások oldalról az emberek, ők nem érdekel a kabala, őket nem érdekli, őket az üzenet talán érdekli, amiről beszélünk. Tehát lehet ez a fajta megkezdések Tehát ha valaki kabát akar tanulni, akkor menjen és tanuljon. Azonban nagyon sok ember van, aki, aki ismer bennünket, tudja, kik vagyunk. És ezért nyilvánvalóan azt mégis azt érezzük, hogy az, az, üzenetünk elakad. Mert az ember azt érzi, hogy van ott van valami a lelkében, talán el is van bújtat valami miatt, foglalkoznak kell a dologgal. De azt gondolom, hogy ez egy problémás pont minden ember életében. És nagyon sok ember érti, hogy hogy, hogy lehet egy másik embert ezen átbélenteni. Tehát, hogyha valaki tudja, hogy én kabalát tanulok, oké, akkor nyugodtan elmondhatom, hogy én kabalát tanulok. A kabalát tehát a kabala erre arra tanít engem, ez nekem a belső sürgetésem, ami engem nagyon érdekelt. Ez egész mechanizmus, ahogy működik, nekem meg akarom ezt érteni. Tehát ez az, amit én magam tanulok, azért, hogy a barátom összekapcsolódjon. De nyilván hogyan tudok ezt, hogyan tudom összekapcsolni ezt azzal, hogy a tömegeknek a szomorúságát meg kéne éreznem. De nyilván, tehát nyilván a testvérszeretethez kell eljutnom. Tehát nyilvánvalóan ezért az önkéntességnek, a szeretetnek és a kapcsolatnak az erejét kell elvinnünk. Tehát ön, ha egyetért, és ha az ember egyetért ezzel, akkor egyetért. Ha nem, akkor pedig nem, egyrészt nem kell elejteni előle semmit, másrészt pedig hozzá tudunk kapcsolódni, és tehát akkor neki nem kell nyomozni, hogy én kabát is tanulok, vagy nem. Én megmondhatom nyugodtan, hogy én kabát is tanulok. Akkor te elmondod az embereknek, hogy tanulsz kabát, vagy nem, mondja rá. Hát nincs olyan ember, aki engem ismer, és nem tudja, hogy a De ez nem válasz, hogy Ha te kimész az emberekhez, akkor te akarsz beszélni arról, ha te az egységek akarsz beszélni, akkor te elmondod, hogy ez mind a kabalából származik? Nem, yes, no, ne így válaszolj, mondja Raf, hogy... Tehát én, én nem érzem még azt, az igényét annak, hogy el kell magyarázni, de ha valaki megkérdezi, akkor én elmondom. És ha valaki azt mondja, hogy ő is akar tanulni, akkor tanulj. Ezt én értem. Igen, Marik? tehát van egy pont, amit nekünk viszonyulni kell. Tehát mi ismertek vagyunk Izrael szerte, pont ez úgy jött eszembe nekem és amit most Marik mond. Tehát nagyon nehéz itt egy rejtett módon megnyilvánulni, hogy mindenki lát a tévébe. Tehát, tehát mi... Itt van egy természetes határ, tehát amikor át akarunk lépni egy küszöböt az emberek életében, nyilvánvalóan, hogyha ezt a küszöbet átlépjük, akkor ők egy sötét módon fognak rágálni a kabalára, mert a kabala kontrálni akarja őket, és, ahelyett, és akkor nem tudják helyes módon elmagyarázni a forrásainak a lényegét, hanem egyszerűen elutasztanak bennünket. Tehát a kérdés az, hogy ők hogy azt megtenni, hogy eljussunk odáig, hogy valóban elkezdik érezni, hogy mi történik. Tehát, tehát, hogy ők kérdezik, akkor elmagyarázom, hogy honnan származik, de honnan tudhatná az ember az utcán... A... Tehát honnan, szár... honnan tudja egy Izraelnek a legnagyobb bölcsesség a kabala? Akkor mit ajánlasz, mondja Tehát beszéljük a kabaláról, vagy ne beszéljünk? Tehát néha azért nem vagyunk sikeresek, mert ugye a kabalákkal beszél. Én nem mondom, mondja Marik, hogy mondjuk meg hogy ez a kabala, vagy nyomjuk a kabalát az ő számukra. Tehát az, hogy itt le van írva, hogy ez igaz. Tehát, tehát egy nemzeti oktatást kell tartani Izrael szerte, és amikor az ember ezt elírja, akkor nyilván tudni, hogy ez honnan származik, és ha. Hogyha. Tehát világos a számunkra, hogyha mi a kabalából származunk, akkor én nem látok semmilyen mondat, ha elmagyarázok ezt. Rav. Igen, Benci? Én azt gondolom, mi hiányzik a terjesztésből, az az, hogy elmagyarázzuk a mi gyökerünket, hogy az is a kapcsolatból származik. Oké, okay. ki tud még ehhez hozzáadni valamit? Mi azt tanuljuk a workshopon is, hogy mindenkinek hozzá kell adni a másikhoz valamit, amit a többiek már elmondtak. Amit én érzek, hogy hogy a 2000 év számüzetésben voltunk, ugye? és valami kiépült ott, és valamilyen módon nekünk ezt kell hozzáadni valamit. Tehát én gyakran érzem, hogy, hogy valami, látható módon valami újat építünk, és az ellenállásba ütközik mindig. Tehát, mikor mi az, mikor az emberekbe akarunk integrálódni, akkor ezt olyan módon kell megtennünk, hogy hogy valami már létezik, és ez hozzá kell adnunk még valamit. Tehát minden ember, aki Izraelben él, vagy a világban, az tudja, hogy valamit már felépítettünk. Ezen túlmenően pedig hozzá kell adni ez még valamit, mondja a srác még egyszer, az emberek részéről. Tehát akkor nyilván itt megérzünk egyfajta ellenállást, és minden alkalommal megérzünk egyfajta... És akkor, amikor és akkor én azt mondom mindig, hogy amikor az ellenállás kell, emelkedjünk fel és adjunk hozzá valami újat. Tehát, ha minden embert akarunk Izrael, el akarunk Izraelt, akkor nyilván mondhatjuk, hogy tartsátok meg a parancsokat, de még valami szükséges. Oké, de akkor mi a probléma? Mi az, amit mi megtörünk? Mi az, amit mi eltörünk? Hát, ha megnézzük, a, ma mondjuk szombat van, és ha ezt kívülről nézzük, én is így vagyok vele, akkor Én azt látom, hogy a folytonosság szakad meg. Mi, miben érzed ezt, kérdezi Rab? Mm. Tehát én az, az egyszerű általános emberről beszélek. Igen. Tehát valami, aki ezt szereti, valaki azt szereti. Tehát a sabát az az van valami érték a sabatnak, amit a számítatás alatt összetettünk és visszatettünk Izrael földjére, akkor erről nem lehet leválni, mert nyilván van ez a viszony, akkor Én nem értelek téged. Tehát az, amit itt mi, ahogy mi összegyűlünk, azt nem vált az emberek tömegétől, magyarak. Én, én nem hiszem, hogy a, a vallásosoknak mit tudsz mondani ebből a mi Nem én mondja, srác, de mindenkire gondoltam. Na, jó, oké. Na de milyen formában kell megjelennünk? Tehát oda megyünk mindenkihez, mondja, mi a probléma, akkor mit mondunk? Tehát amikor én nem tudom, hogy ki áll az ajtó mögött, ugye? Tehát amikor az ajtó felnyílik, tehát valaki ezt be akarok menni, akkor Valami időn egy olyan ponthoz, ahol különböző emberek nyitnak ajtót. Van olyan ember, aki megragad abban a pontban, hogy nem tartom a szomatot, de hordom a kipát. Oké, na de erre a beszélgetésre jutsz, akkor ez a te problémát. Tehát ezeket az argumentumokat te soha nem tudsz nyerni. Tehát mindenki, ez a te óriási problémát, ez a te problémát, amiről beszélsz. Tehát ha az egységről akarsz beszélni, akkor nem a szombat, kell beszélni. Nek az egységről kell beszélni, nem a szombat szokásáról. Tehát minden más dolog fölé kell emelkedned. Tehát ez, ez, így nem fog működni magyarul. Oké. Okay. Köszönöm, mondta a srác. Szívesen mondta Rav. Folytatom azt, amit Hanok mond tehát nagyon sok ember dolgozik itt azon, hogy mit kell mondani, mit mondjon. Tehát mi most a válságról is beszéltünk, és minden másról. Mindenki beszél a szocializmusról, a marxizmusról, a szociálisról, a zöld dologról, és akkor egy ponton mindig elakadunk, hogy, hogy hogyan tudjuk az az extra dologhoz elvinni őket, ami egy extrát jelent, amivel többet tudunk nekik mondani. Hogy mindenki értse, hogy mi a válság, és abban a tehát hogy, tehát, hogy nem tudunk ezzel semmit tenni, tehát amikor eljutunk az a ponthoz, hogy, hogy valóban azt tudjuk mondani, hogy oké, okay, hogy most jön a, a, kapcsolat, akkor ott mindig elakadunk. Mit kell akkor tenni? Hogyha ti minden negatív dologról beszéltek, az emberi közösségnek a negativitásáról, hogy hogyan lehet korrigálni, akkor képzeljétek el azt, hogy egy közösség, egy pozitív közösség. Próbáljátok ezt elképzelni. Akkor mi lenne, ha ezt mondanátok? Erről is beszélünk, mondja, Tehát akik Ukrajnában élnek a szülei, azok tudják, hogy mi a válság. Arról is beszélünk, hogy együttműködés, vagy minden. De én mindig elakadok. Fogam is hogy emelkedjek -e fölé. Hogy tudok-e határvonal fölé emelkedni? Hogyan tudok valami extrát mondani? Hogy legalább egy szinten magasabbra emelkedjek, mint ahol most vagyok, de nem tudom, hogy hogyan fogjam ezt meg. A magasabb szint az nagyon egyszerű, mondja Rav. Tehát nem tudunk innen elmenekülni. Arra van szükségünk, hogy a nemzetet meghatározzuk, és egyetértsünk abban, hogy a teljes nemzet az összetartozik, integrált, és összefügg egymással, minden darabja, és minden, amink van. Nyilván a, a nemzetben meg kell egy új erőnek, az adakozás erejének, és, és akkor ez fogja visszavezetni Izrael darabjait egybe, összekapcsolni egy, egy helyes módon, és akkor minden, ami a világban történik, az aktiválni fog egy erőt, és ami belül történik, az a külső történéseket megváltoztatja, mert egyensúlyba kerülünk a természettel, formagyezésbe és adaptálunk hozzá igazodunk a természethez a közöttük lévő egység segítségével és akkor ez az erő amely a természetben működik az nem ellenünk fog fellépni, az egész emberiség ellen tehát hogy megpróbálunk olyanok lenni mint mint a, a tehát hogy nyilván a, a, a Természet az a, az a, az a törvényeknek a rendszere. Oké, de akkor ezek a dolgokról el kell jutnunk oda, hogy az egység az egyetlen, amit meg tudunk tenni, semmi más, és ezzel mindent meg tudunk változtatni. Az egységen keresztül minden bőség elér bennünket, és ez megold minden problémát. Tehát mi egy olyan fajta rendszerben vagyunk ma, amely teljes egészében e, torz, és. El kell jutatni magunkat valamilyen megoldáshoz, különben, különben elpusztulunk. Az egész emberiség óriási bajba kerül. Oké, tehát én nekem mindig a kapcsolatról kell beszélni, semmi másról? Hát persze, miről akarsz én beszélni? Hát nincs más megoldás. Az egység azt jelenti, hogy képes vagy a helyes kapcsolatot eljutni egymás között, és az, az egész nemzetre igaz. Tehát minden egy kölcsönös harmóniába kell, hogy kerüljön. Tehát el kell érnünk... Ugye nyilvánvalóan a harmónia nem fog magától kialakulni. Tehát ki kell menni, és nekünk bizonyos cselekedetet kell végrehajtani, hogy eljussunk a megfelelő erőhe, megfelelő ponthoz, ahol a, ahol a természetnek az erejét magunkról tudjuk vonni. És ahogy ez mondva van, akkor a, mi elkezdjük a munkát, a természet pedig befejezi. Ez az, amit meg kell tenni. Oké, tehát akkor minden egyes beszélgetésem a válságról van az az egységről kell, hogy szóljon. Tehát minden beszélgetés végén az egységre kell jutnunk, ez az, amit át kell nekik adni? Hát semmi más nincs, mindez. ez. Tehát ne beszéljük el, hogy tanulni kell, vagy hasonló. Nem csak a bölcsesség, nem csak az egység a lényeg, hanem a bölcsesség, ami az egységből származ. Tehát nekünk a természetünk fölött kell egyesülnünk, ez a lényeg. De milyen a mi természetünk? Azt meg kell ismerniük. Tehát fölé kell emelkednem, és így kell eljutnunk a másokkal való és kapcsolathoz. És itt, akkor megjegy egy kérdés, oké, akkor mit kell tudnom a saját természetemről. Nyilván az én természetem az az individualizmus, az az a, a. és ezt altruistává kell tennem. Tehát az egoista helyet. Adakozóvá kell tennem, tehát a mások felé kell adakoznom hogy ne tetsz fele azt, amit magaddal se tennél, szeres fele barátodat. hogyan tudom ezt mind megtenni, ezen a módon vagy ezen a módon, minden dolog, amit én meg fogok tenni, azt mindig ugye a saját, ad magamért csinálom, nekem az jó legyen. Hogy tudok ezen a számításokon túlemelkedni? Hát nyilván egy, egy másfajta módon kell gondolkodnom, mert akkor másoknak, másoké kell dolgoznom. Hogyan lehet ezt megtenni? Nyilván ez a, ez az egysége keresztül tanulható meg, és, ez, és erre kell gyakorlatilag meghívni az embereket, és gyertek el néhány leckére. Oké, tehát akkor megemlítem az interaktatás? Hát persze, hát ha nem említed meg, akkor hogy fogod őket elérni? Oké, tehát akkor akkor nekem cselekednek keresztül őket, keresztül Igen, Igen, nyilvánvalóan ez fogja őket ráébreszteni, tehát hogy mi nem vagyunk tőletek túl messze, tevékenységeket kell szervezni, partit, vagy bármit hívjátok, ahogy akarjátok, és valóban azt kell, hogy az emberek eljöjjenek, mindenkit meg kell oda hívni, és így kell gyakorlatilag az egészet megfelelő módon vezetni. Utolsó nap találkoztam, egy barátommal, aki tehát ő nem tanult Sözség. kabalá, de foglalkozott a spőtajtással. Tehát én elkezdtem neki beszélni dolgokról, hogy a hanok milyen szervezet hozott létre, én elkezdtem beszélni neki, hogy mit csinálják az intel autatás, iskolát szervezünk. Ja, már hanoknak is vannak diákjai. Ja. Oké, okay, hát ez nyilván a Facebookon, ezt lehet látni. Á, én nem is láttam, majd fogom nézni. Tehát meg kell, hogy nézze. <laughs> Oké, okay, tehát miután én ne elmondtam neki mindezt, ő azt mondta nekem, hogy rendben van. Oké, okay. Okay, akkor ez az ember kicsoda vele tanul és én azt mondtam, hogy igen. Én ezt nem rejtettem el, és akkor izgatottá vált. Oké, okay. tehát az interjútatás az ez akkor ott megtalálna az oldalt, hogy ott oda menni, el akar olvasni erről mindent. Tehát az érzésem az volt, hogy nekünk nem kell elrejteni, hogy kabala. kabalisták vagyunk. Tehát amiről beszélünk, nyilvánvalóan azt, amit nekünk tanítottak, és ezt nevezünk mint oktatásnak. Tehát amiről Bálát Szólám és Rabas írt nekünk, ez az, ami, amit mindenkinek át kéne adnunk. Oké, okay, Akkor Rab. Akkor kicsit workshopolnunk kéne, nem? Oké? Okay. Akkor énekeljünk valamit. Nagy gyerünk!